intro! Be is adom bazen mindannyiunkat, az a leüsztos. Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit! Hello! Integetni is lehet! Legyetek! Viktoron, Viktoron kívül mindannyian jól vagyunk. De... Te... Jaj, hi! Mindenki jól van, aki számít. Ezt mondanám inkább. Szervusztok! Először is elnézést szeretnék kérni azért, hogy a múlt héten, amikor ezt beterveztük, elmaradt. Igen, tapló vagyok. Lehet ezt sokféleképpen mondani. A legközelebbi barátaim úgy mondják tapló. De hát ez egy ilyen. Szóval elindul ma az új D&D kalandunk, amiben leereszkedünk a pokol legmélyebb bugyraiba, ami nem Magyarország. Nem. De nagyon hasonlít rá. Tele van démonnal. Tudsz, hogy Dave mennyire elégedett magára, magával. Én olyan elégedett vagyok magamra, hogy ember nem volt még olyan elégedett magára, mint amennyire én. Szóval ugyanazok az emberek vannak itt, akik az előző kalandban, viszont ja. Más... Miért? Baszd meg! Miért? De tényleg, miért? Haladjunk tovább! De az, hogy megszakítasz egy ilyen köcsökséggel, és aztán haladjunk tovább, az úgy nem járja. Tehát vagy haladjunk, vagy légy a legkisebb fasz, aki lenni tudsz. Mind a kettő nem megy. Kit nem szeret? Így most egy nagyon fasz lettem, mint aki lenni tudnék, szóval pont, hogy nem megy mind a kettő. Azt mondom, hogy nem megy mind a kettő. Hát épp ez történik. Szóval ugyanazokat az embereket látjátok, de más karaktereket fogunk irányítani, és ez a stream ez valójában arról fog szólni, hogy ezeket a karaktereket megalkotjuk, és aztán belebújunk a cipőjükbe egy rövid kalandra, amiben így hozzászokhatunk majd. Legalábbis ezt az információt kaptam a csodálatos kalandmesterünktől, Huntertől. Szia, Hunter! Hi, mesélj nekünk igen. Arról, hogy... Mi a faszom már ez, megint már ez? És a Bolondnak nagyon köszönöm a feliratkozást! Szia! Az fog ma történni, hogy az első egy-két órában megtaláljuk a karaktereket, és elmegyünk egy kis szünetre, addig én elintézek egy pár dolgot a VTT-nkben, aztán egy rövid, két órás kis intro kalandra elmegyünk, és azzal vezetjük fel a kampányt. Hogyha nincs bármi más, és most neki is állunk karaktert készíteni, akkor előtte nekem van egy kis intróm, amit szeretnék felolvasni, hogy kontextusba helyezzük a Hunter, kampányt. Át is váltok rád. Hát, ha tudok még olyat. Hogy ne tudnék? Kicsit neked jobbra. Átállítalak én. Állj! Jó! Intro. Szóval, történetünk Elturelben a Sword Coast déli részének legszentebb városában kezdődött. Több mint 100 évvel ezelőtt ezen a helyen szállt le Zariel, a mennyek egyik arkangyala, hogy itt találjon követőket egy szent csatához. Az angyal célja az volt, hogy véget vessen a pokol első bugyrában, Avernusban tomboló Bloodborne-nak, ami mind az élőkre, mind a holtakra nem túl jó kiadással volt. Számtalan lovas csatlakozott a hadjárathoz, akiket aztán Hellridereknek neveztek el. A dicső sereg harcosai bátran követték az arany elefánton lovagló angyalt az Avernusba tartó portálon keresztül. Amit aztán Avernusban találtak, az nem volt halandó elmének való, számtalan Hellrider menekült vissza a kapun, amit aztán be is zártak maguk mögött, halálra ítélve ezzel társaikat és vezetőjüket. A szégyen foltot csak egy évszázad tudta elmosni, az egykori Hellriderek leszármazottai ma Elturel büszke védelmezőiként szolgálnak. A sztori, ahol a mi játékosaink belépnek, az 1492-ben folytatódik, amikor Grand Duke Ulder Ravengard egy diplomáciai küldetése során Elturelbe érkezik. A Flaming Fist vezetője szeretne végre pontot tenni a Baldur's Gate és Elturel között húzódó régi viszálykodásnak, ezért úgy döntött, hogy kisegíti az Order of the Gauntlet-et annak egy fontos küldetésében. Ulder Ravengard és Gideon Lightford a Hellriderek képviseletében kíséri a zöldfülű hőseinket, akik jelenleg
A Pair of Black Antlers kocsma lépcsőin várják, hogy ajtót nyithassanak sorsukra. És itt kezdünk neki a karakterépítésnek. Alala! Viki, én szeretném megtalálni az aranyelefántot. A pont ezt akartam mondani, hogy... semmi, kis állat! Semmi más nem akarok. Csak egy aranyelefántot. Én kicsit abba reménykedtem, amikor mondta, hogy bezárták a pokol kapuit, halálra ítélve ezzel társaikat, és na itt kezdődik a kaland, bezárult előttetek az ajtó. Hát gondolom lemegyünk, és gondolom nem lesz előttetés. Ott áll a 4 level 1-es artificer értelemszerűen, és... Jaj... Szóval... Azt hiszem, hogy mindenkinek van ötlete azzal kapcsolatban, hogy mi szeretne lenni, de most ezt a parti dolgot, ezt még össze kell fésülnünk, és megmondom őszintén, hogy Viki volt az egyetlen, aki elvégezte a házi feladatát, és ezt mi hallottuk 4-szer, úgyhogy nekik is mondd el, Viki. Én elvégeztem a házi feladatomat, eddig soha, de most igen. Egyébként Viktor is tudja már, hogy mi szeretne lenni. Ja, sort of. Ja, az volt a házi feladat? Igen. Ja, mielőtt... akkor megcsináltam! Jaj! Mielőtt elkezdenénk belemenni a karakterépítésbe, szeretném, hogyha kivételesen mindenki azt dönteni el, hogy a 3 frakcióból, amit én elküldtem nektek, abból melyiknél akar szolgálni a történetünket. Ennek az elolvasása az a házi feladat része volt? Igen, de elmondom, hogy melyik micsoda. Én azt megcsináltam, tanár úr! Én azt megcsináltam! A Hellriderekről ugye itt olvastam, hozzájuk is lehet tartozni a kampány elején, ezt rátok bizom. Ők az egyik opció. Jelenleg Elturel városőreiként szolgálnak, egyébként a történetükről hallottatok a felvezetőben. A másik az Order of the Gauntlet. Ők velük találkoztunk futólag Waterdeep-ben. Gorm karaktere volt a Gauntlet tagja. Ők papok, klerikek, szent háborút folytatnak a sötétség és az egyenlőtlenség ellen. A kifejezett lawful good lovagok és klerikek és szent emberek. A harmadik frakció, akihez tartozni lehet, az a Flaming Fist. A Flaming Fist gyakorlatilag egy zsoldos hadsereg, akik jelenleg városőri feladatot töltenek be Baldur's Gate-ben, de hogy róluk úgy hírlik, hogy könnyen megvesztegethetőek, nagyon erőszakosan tartatják be a törvényeket, nem a legjobb fejebb társaság. Hello. Ezekből lehet válogatni. Ez a 3 funkció van, amiknek a részei kell, hogy legyetek. Lehettek mind a 4-3 különbözőben, lehet mindenki az egyikben, megbeszélhetjük bárhogy, csak döntsük el még most, hogy ki melyik frakciónak. Ha mind a 4-3 különbözőben mondatot, azt... Jó, értem, de hogy értem. Let that sink in. Én a Flaming Fistben. Order okay. Of the Gauntlet! Okay. A Flaming Fist. Akkor... 3 felé megyünk, mert én Hellrider akarok lenni. Hellrider, oké. Okay. Az tök jó. Kicsit megjelent az... előttem, hogy egy Harley Davidson-on ülsz, lángol a fejed, és közben így... Nem mindegy. Mind a háromnak megvannak a saját background feature-ei, de majd ezeket látjátok, amikor eljutunk oda a D&D Beyond-on. Mindenki eljutott odáig, hogy a D&D Beyond karakter szerkesztőjének az első oldala megvan nyitva? Bizony. Okay. Mert az előbb voltam már ott, de most kicsit úgy tűnik, mintha bezártam volna, de ez biztos, hogy nem történt már. Oké, okay, megvan. Ugye most okay. Azon a részen vagyunk, ahol be kell állítani a csúszkákat. Okay. Akkor a Sources-nál legyen bepipálva a homebrew content mindenképpen. A többi ne legyen, a többiből semmi ne legyen bepipálva a homebrew kívül. Ne legyen látom, bent. Hogy van olyan, hogy Rick and Morty content. Bizony. Van, igen. Egyébként egy nagyon fun Rick and Morty adventure lett kiadva egy kezdőboxban, de... Az azért jó, mert a rajzfilm maga borzalmas lett. Viszont van egy nagyon jó képregény. Van egy nagyon jó Rick and Morty képregény D&D-s témában. Tök jó, mind a két kötet. Viszont csak a homebrew legyen bepipálva.
A partner contentnél ott van a runtera content, az ne legyen bepipálva, az sem. Advanced type milestone, az alapból is az, jól tudom. A hit point type-ot mindenki állítsa át menüre. Fogja kérdezni, hogy tattara konfigurjátok. Prerekviziteknél mind a kettő legyen bepipálva, feedsekhez is, multiklasszokhoz is kérjük a prerekviziteket. Show level skill spells, igen, ez legyen bepipálva. Encumbrance type, itt variant encumbrance-re állítsa mindenki. Ez annyit tesz az előzőhöz képest, az előző kampányban a normál encumbrance szabályokat használtuk. Itt a variantet fogjuk használni, ami azt jelenti, hogy a strength score-otoknak csak az ötszörösét fogjátok tudni elbírni fontban, és minden további extra súllyal, tízzel csökken a movement speedetek egészen addig, amíg nullára nem esik, és nem bírtok megmozdulni a súlytól. Az ignore coin weight az ne legyen bepipálva. Nem ignoráljuk a coin weight-et. Fasza. A másik kettő az, ahogy szeretnétek, kell rendezési kérni. Az mi? Még egyszer, ne adjuk az ignore coin weight. Az ne legyen bepipálva. És az utolsó kettő, az character privacy, meg ability scores, modifiers, azt hagyhatjátok, hogy van. Aha, keresem. Jó. Next. Okay, next! Akkor átmegyünk a fajokra. Fajok. Három forrásból választunk. A Player's Handbook, a Volos Guide to Monsters és az Elemental Evils, Companion, ezek a source-ok vannak. De mielőtt választanátok fajt, előtte elmondok két fontos dolgot. Minden lény elmehet a pokolba, nincs az a semmi probléma, de van két faj, ami kifejezetten érdekes lehet kampány szempontjából. Az egyik az a szimár, mivel ők félangyalok, illetve a mennyekből leesett bukott angyalok, ezért ha ők lemennek a pokolba, annak lesznek következményei az ott létükkel kapcsolatosan. A másik faj a tiefling. A tieflingek általában félig meddig démonok, vagy ördögök. Nekik valahol van egy ördögi ősük a családfán valahol távol. Nem mondom, hogy bele lehet futni a zikapába odalent majd, de lehet, hogy lesz következménye, ha valaki tieflinget pikkel egy Avernus-os kampányhoz. Ezen felül választhatok, amit szeretnétek. Mit tudsz nekem mondani a Goliath-ekről? Goliath. Ők ilyen magányos túlélők hegyekben, meg durva a környezetben nőttek fel, kalandozással töltik általában az egész életüket, elég sámánista hitvallással élik túl a napokat. Egyébként ennyi. Az enyém nincs közte. A múltkor megbeszéltük, igen, a volott nincs közte. Melyik nincs közte? A volott könyv. Voló könyv? Az nem látod a voló fajokat? Hát az asszimár. Az én általam választott dolog nincs közte, az biztos. Igen, jó. Mert Viktor a teknős lesz, én meg a cica. Ne spoilerezd el, mi leszek! Ó, bazd meg! Ebben az esetben elnézést kívánok, és akkor én magam mindjárt megadom nektek azokat a fajokat. Azt mondja, hogy... Lesz majd összefoglalva a fajokról, igen. Kitiket, az lesz az? Igen. Jó, akkor gyorsan ez még csak a béta. Akkor gyorsan kiválasztom neked a tabaxit, hogy ne legyen. Miért ne páfrány? Tényleg lehetnék páfrány. Ne legyen probléma. Oké, okay, kiválasztottam neked a tabaxit. Frissítsd le a karakterlapodat, Viki. És Viktor, neked a... karakterlapodat elnevezt? Igen, elnevezted, megvan. kiválasztom neked. Én nem tudok frissíteni karakterlapot, de gondolom beállítottad. Hát nyomjál rajta egy F-t. Jó. Kiválasztottam a tortult neked is. Nem tudom, mi a baj a megosztással egyébként. Bocsánat, elnézni. Megvan, oké. Nincs bekapcsolva valamiért, content megosztás, ez probléma. De hát nem van fizetve.
Ne égessél már ki, D&D Beyond. Akkor ezt gyorsan megoldom, addig a többiek válasszanak fajt. Dávid, te Goliath-tel szemezel? Gondolkozom. Azzal szemezek. Valami. Jó, vagy Goliath leszek, vagy ember, de a Goliath-tel az a baj, hogy... Kacidév, bocsánat, gyorsan frissítsétek le most a karakterlapotokat, és akkor látni fogjátok az összes fajt. Valamiért ki volt kapcsolva a content sharing, de most aktiváltam, nem tudom, hogy miért volt kikapcsolva. Jéjjj, megjelent. Ja, innentől látnotok kell minden fajt. Amit... Valamiért a D&D Beyond úgy döntött, hogy kikapcsolja a content sharing-et. Ja, ez egy hosszabb felsorolás. Igen. Ja, mert néztem is, hogy az Asimár az benne volt az alján, mint valami variáns, de hogy ja, pár dolog nem volt benne. Pár dolog hiányzott, de most már ott van minden. Oh yeah! Miért van az az érzés, hogy a múltkori kalandunk egy ilyen kifejezetten konvencionális minden főfaj, most meg mindenki ilyen fullba fogja tolni a kretént, és elő fog rágatni valahonnan valami faj, amit az élei egyet a világon senki nem látott még korábban. Az a baj, hogy az én karakteremnek egyszerre kéne intelligence és strength. Igen, a Goliath-ek nem arról híresek, hogy rettenetesen intelligensek lennének. Lehetsz te az a Special Snowflake Goliath, aki könyvtárba járt a szabad idejében. A hegyről lemászott, bement a könyvtárba, azt visszamászott utána, hogy... De... Én nagyon szívesen lennék egy nagyon buta karakter. De hogy egy ilyen... Ez a azért ezt ne felejtsd el, Dave, hogyha te egy nagyon buta karakter vagy, akkor sajnos kénytelenek leszünk mi beszélni. De hát ez a múltkor is nagyon bevált. Szerintem fantasztikusan, mert nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy szerinted is így volt. Abszolút. Fújjon a szél, amerre fúj a szél. Ja, azt nem mondtam el a te folyadról, Viktor, hogy amellett, hogy be tudod húzni magad actionként a pán. Ugye ez 24-re emeli az attila, de azon felül minden strength és constitution saving throw-ra előnyt kapsz, amikor a páncélba vagy visszabújva, és prónnak számítasz, tehát semmi más nem tudsz csinálni, amíg be vagy húzva, azon kívül, hogy kijössz onnan. És akkor mire kapok pontosan bónusz? Mármint, hogy... Azért kapsz plusz 4-et, amíg be vagy húzva. És... Azt vágom, de hogy nem az a kérdés, hanem a dobásra mire kapok bónusz, hogyha nem csatok semmit. Con save-re és strength save-re. Hát, hogy kibírod-e, hogy agyonvernek egy baltát. Oh, ja, cool, kibírom, igen. Dex save-re hátrányt kapsz. Mert hogy nem nagyon tudsz elugrálni dolgokat, egy... Nem, ott nem nagyon. Én azért lát, remélem tudjátok, hogy mi lesz a fight taktika. Megvagyok! Mi leszel? Firbolg. Az mi? Az nagyon jó. Az mi? Azok ilyen... Ilyen forest creature. Ilyen nagyon jó lelkű, vízdömös, de buta. Tökéletes. Mi? Azt hogyan? Quiet Harmony with the Woods. Quiet Harmony with the Woods és Beastmaster. Beszélek állatokkal és levelekkel. Én egy jámbor... De a pokolban vannak állatok meg levelek? Vihetek egy állatot? Majd mesélj. Meg egy levelet. Mesélj a természettel kapcsolatos dolgokról, amikor odaérünk a kasztokhoz. De, ja, majd mondom a helyzetet, de hogy vihetsz egyébként állatot, az alapot. Nem probléma. Kaci? Nekem a Goliath volt az egyik, amiben gondolkodtam, és a Genasi a másik. Oh, okay. Az mi? Az az Elemental, nem? Elemental people. Le, víz,
nem tudom, mi volt a negyedik genesi. Ja, Air, Earth, Fire, Water, ebből lehet választani. És most még azon gondolkozom, hogy, hogy melyik elem legyek. Mert hogy így pro-kontra szólnak dolgok mindegyik mellett, szóval a, nem tudom, a Fire Genasinak van Fire Resistance-e, ami valószínűleg egy hasznos dolog lehet a lángoló pokolban. Ha lángol az a pokol, a fasz tudja, lehet, hogy a hideg. Beator 9 pokla elég színes, by the way. Ugyanakkor meg a, az ability, a Reach the Blaze, az meg egy flame cantrip, szóval, hogy én amennyit én játszottam RPG-kkel, az ilyen tüzes helyeken a tüzes dolgokat általában tűzzel nem nagyon lehet sebezni. Logikusnak tűnik. Kérdés egy tüzes elhely. Oh, én tudok beszélgetni növényekkel, úgyhogy ha Viktort megint szobanövényre verik, akkor meg tudom kérdezni tőle, hogy, hogy egyébként hogy van. Hát ez a legjobb karakter a Földön, hülye! Igen, ez egy ilyen cutter, egy ilyen companion karaktere a karakteremnek. Azt mondd már meg nekem, Léci, hogy... Meg hagytak minketten, igen? Hogy lehet-e, tehát, hogy... Hogy ezzel viszont nem tudom azt játszani, amit akarok. Hát nem egészen. Tehát, hogy... Te ez inkább egy druida, nem? Játszhatsz vele... low wisdomot, ha azt szeretném, hogy alapvetően a furbolgok, ők, bennük van egyfajta naivitás, mert ők nem nagyon vannak civilizált társadalmak környékén. De plusz 2 wisdomon van alapból. Jó, igen, tehát hogy az ability score az, az egy dolog, játszhatod így is, úgy is, mert a furbolgoknak van sztori hátterük arra, hogy miért legyenek hiszékenyek, és miért legyenek naívak, de játszhatod bizdomosan is, tehát hogy nincs azzal a probléma, csak hogy ők a természetben éltek nagy részt alapvet. Tehát nekik a társadalmi struktúra, meg az ilyesmi, nekik ez idegen, szóval, hogy alapvetően játszhatod így is, játszhatod úgy is, ez abszolút rajtad áll a Furborgnál. A Goliath-nél az nem, ott nem nagyon tudod eladni, hogy neki magas az intelligence-e. A Furbolgot már ki is választottam. Ja. És nagyon-nagyon nagy self-restrain kell hozzá, hogy ne hívjam Furbolnak. Nem akartam én mondani, Boris, de... Boris dologgal bejött már. Barátaim a Furbol. Viszont nekünk van valami policing az ellen, hogy, hogy tázzon valaki ez alatt a stream alatt? Nincs. Nincs. Azt hittem, hogy akkor így beemeli a maga előtt lévő. Kaci, meg vagy a fajoddal? Ja, én Fire Genasi leszek. Okay. Elnyomtam közben itt dolgokat. Akkor viszont átlépünk a klasszokra. Tudom, hogy Viktor hall minket, úgyhogy elmondom a dolgokat. A nézőknek elmondod azért, hogy, hogy én meg Viktor meg én mik vagyunk? Hogy eljutunk oda is, csak el akarok mondani egy-két dolgot a kasztokkal kapcsolatosan a kampány kusámon. A barbárnak és a bárnak mindegy, ők mindenhol ugyanazt csinálják, Avernusban is tudnak rage-elni, a bár meg Avernusban is tud énekelni, az nem probléma. Klerik és a paladin. Na most, hogyha ti lementek, ez a két kaszt, ezek az istenükhöz nagyon közel álló kasztok, vagy az istenükkel nagyon ellentétben álló kasztok, de hogy kell valamilyen kapcsolatuk legyen az istenükkel, és ha lekerültök a pokolba, akkor előfordulhat, hogy a fenti nagyságos emberetek, az majd így lenéz, hogy hol a jó istenbe vagy, te fiam, és nem biztos, hogy minden spelletek úgy fog működni, ahogy, nem biztos, hogy a választott istenetek olyan gyakran és olyan készségesen tud segíteni, ahogy, és lehet, hogy ez egy morálisan ingoványos kampány lesz. Nem, nekem. Hát nem annyira. De hogy lehet, hogy bele lesztek olyan helyzetekbe kényszerítve, amikre az istenetek nem néz majd jó szemmel. Úgyhogy a klerik és a paladin ebből a szempontból egy elég érdekes választás lesz a kampány kontextusában. A druida, és idehozom a rangert is. Na most
Játszhattok természetközeli kasztokat minden további nélkül, mindenhol vannak állatok, mindenhol vannak növények, ez alapvetően nem probléma. Yay! Viszont Avernusba megyünk, ami egy elég kihalt része a 9 pokolnak, úgyhogy ha ezeket a kasztokat választjátok, akkor legyetek rá felkészülve, hogy ez nem feltétlenül a legoptimálisabb kaland arra, hogy a természet szerető, természetjáró kasztot kijátszátok. Lehet, meg fogjuk oldani, nincs ez semmi probléma, csak nem lesz mindenhol zöldellő erdő, meg fű, meg vadak, meg stb. Nem lesz mindenhol, vagy nem lesz sehol. Meglátjuk. Ennyire nem akarok mit tenni. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez a legoptimálisabb kampányra, de mindent meg lehet oldani, mindent lehet hozni, nincs ez semmi probléma. A Fighter Monk, fighterek meg monkok mindenhol máshol is, rugókkal sincs probléma, sorcererek és vizárdok. Nálatok hasonló a helyzet, hogy a mágia folyama mindenhol ott van, de hogy Avernusban egy kicsit változhat a metafizikája a spelleknek, és nem biztos, hogy minden ugyanúgy fog működni odalent, mint ahogy idefent. Varlokok. Ha valaki véletlenül finn varlokot játszana, akkor készüljön fel rá, hogy lehet, hogy szemtől szembe fog kerülni a Pétronnyával. Ha Archfey varlok valaki, akkor készüljön fel rá, hogy a tündér keresztanya nem lesz nagyon boldog azért, hogy Avernusban kószálsz, és egyebek a patron kapcsolatával, a varlok is egy ilyen nagyon érdekes választás lehet ennek a kampánynak a kontextusában. Mindezek után, ki mit szeretne játszani? Én fighter szeretnék. Semmit. Igen, nem beszéltünk a fighterről, a rogue-ról. De beszéltünk. Azt mondta, hogy ugyanúgy működnek, mint amúgy. Igen. A kasztok, ők ugyanazt mondják mindenhol. Nekik alapvetően. Én fighter szeretnék lenni, és two-weapon fighter kifejezetten. Oké. Akkor a fighterünk az megvan. Azt akkor be is pikkelheted minden további nélkül. Többiek? Én, te mondtad, hogy te lehet, hogy kacérkodnál klerikkel. Igen, én a továbbiakban is kacérkodnék klerikkel, mert hát Isten úgy, hogy kifürkészhetetlenek, biztos vagyok benne, hogy kellő supportot fog biztosítani a óráiban. Csak hogy, mert hogy a paladint is említettem, aki közelharcosabb, és a inkább odabaszásra használja. Paladin vagy klerikből akkor választál, hogy... Oké, az a helyzet, hogy a paladin és a klerik közötti különbségekben annyira nem vagyok otthon, de hogyha közelharcibb a paladin, akkor nyilván az lesz az opciónk. Klerik nagyon sok spellt kap, neki lesz egy nagy spell listje, amit úgy variál minden nap, hogy akar. Minden nap más spelleket használhatsz, ha akarsz. De a spellje egy nagy része az támogató alapú lesz, illetve vannak olyan klerikek, mint tudom én, Storm klerik, aki kap egy csomó ilyen vihar sebzi spelleket, mit tudom én. De hogy alapvetően ő nem egy közelharcos, mindegyik klerik nehéz armoros, meg mindegyik klerik mészsel oda basz, meg mindegyiknek van spiritual weaponje, tehát hogy elég kombat aktívak a klerikek, de hogyha neked az a célod, hogy melee-be állj és oda basz, akkor a paladin jobb választás. Én elsősorban a support szerepre koncentrálnék, tehát hogy a melee-ben állás, odaállás, ez nyilván megtörténne, de azt hogy én inkább a heal és support szerepkört tolnám erősebben. Akkor a klerik. Tehát az nyilván szeretnék tanki lenni mellé, de hogy egy nyavajás teklős vagyok! Szóval ennél jobban nem. Veszel mindenképp, mert a klerik az... Akkor nem is viszek állatkát, hogyha ott van. Jó, én akkor én szerintem... Rémai muzsikusok lesz a partunk, úgyhogy... Igen. Jó, akkor legyen bárd, és akkor énekelhetek nektek folyamatosan. Van egy fighterünk, meg van egy klerikünk. Ezzel a tankunk, meg a healünk, az megvan egyébként már minden oldalról. A többiek, akkor mi a? Akkor a DPS, én vagyok a csapatban. Neked van el... Nézd meg majd énekelget hátul. Hát az a baj, hogy nyilván ehhez a fajhoz a druida illene a legjobban. Azt hozzal, amit szeretnél. De én druidát. Soha nem játszottam druidot, nem is tudom, hogy hogyan kell valahol előtte megtenni, az a pokol lenne. Druida a legösszetettebb kaszt, mert hogy te kapsz, átváltozhatsz állatokká, lesz egy csomó szuper, forma. Kapsz egy csomó
támadó spellt is, meg lefegyverző spellt, meg crowd controlt. Lesz egy valak spellette, minden nap variálhatod a spell listedet, állatokká vált, tehát tényleg a druid a legösszetettebb kaszt az egész ötlik edisebben. Vagy játszhatnád úgy, hogy nem tudom, macivá változol, és amikor átnyúlik a pokolba, akkor így sokkot kapsz, és akkor elfelejted az emberi mi voltodat, és te onnantól egy medve vagy, és kész. Oh! Az a baj, hogy tényleg élek. Jaj, Viktor írta közben a chatre, hogy azt mondtad, hogy na ezt a kampányt úgyse fogjuk tudni szétrókodni. Nem ezt írtam, azt mondta, hogy ebből a kampányban nem fogunk tudni sicsót csinálni. Azóta próbálkozunk abban, hogy sicsót csináljuk a kampányt, de most szakítja le a kameráját. Igen, Balázs mondja, hogy I cannot bear this anymore. Rájöttem egyébként, srácok, hogy a pokolban lesz egy kimagaslóan hasznos, különleges képessége a fajomnak, méghozzá, hogy vissza tudom tartani a lélegzetemet egy órán keresztül. Ha úgy alakulna. De az a baj, hogy ugye... Mármik a primary ability-m wisdom, úgyhogy lehetek csak buta. Nem? Lehetsz csak buta, az tökéletesen. Jó, adom. Figyelj, én elviszem a druidát, és majd, majd okay. Megtanulom. Jó, oké. Okay. Fogsz találkozni nem azokkal a fajtákkal, ami a réten sétál. De hát nekem minden állat a barátom. Oh. A pókokat és a kígyókat kivéve. Majd meglátjuk. De egy kis állatom. Kaci, azt neked? Én a Ranger-rel szemeztem, és szerintem meg is maradok a Ranger-nél. Csak olyat választottunk, amire azt mondtad, hogy nem ajánlod. Nem, a Warrior az egyetlen kivétel. Azért, mert csak ő csinálta meg a háziát, hát most ez van. Én nagyon örülök, hogy ilyen kasztokat pikkeltek, tehát nem kell aggódni. Nem kell aggódni. Ranger lesz akkor? Ranger leszek, igen, és most a Zenotize Guide-ot nézegetem. Okay. És még nem tudom, hogy a Horizon Walker vagy a Monster Slayer. Nagyon sok. Azon még ne vagy olyan annyira, mert az úgyis level 3-on jön. Addig túl is kéne élni. Na, akkor elmegyünk a class szekcióhoz, és mindenki látni fogja a feature-ét, meg az egyebeit. Egy valamit mindenki nézzen meg most azonnal, az, hogy a max hit points-nál mi van a class részlegen. Max hit points? 12. 12. Jó, akkor mindenkinek megvan. 12. Ja, nem lehet, miért van 12 mindenkinek? Annyi nem lehet. Mindenkinek egyes szinten a hiddájának a maximuma kell, hogy legyen. Úgyhogy mindenki írja át a rolt HP-ját a hiddájának a maximumára a Melich HP résznél, hogyha lehet. Mindenki látja ott a... Az 1D8. 1D8, Nem lehet, hogy már rászámolja a modifiereket? Még nem számolt rá modifiert, mert még nem adtatok meg semmilyen modifiert, úgyhogy nem lehet modifiert. Mit kell csinálni? A manage HP. Igen? Hát én például én részből kapok plusz 2 constitution-t. Az más, de még nem lehet ott annyi. Azt kell megnéznetek, hogy a rolled HP-nál mi van. 12. Oké, az nem lehet. Tehát, hogy a rolled HP-nál a hit die-odnak a maximum kell, hogy legyen. Te fighter vagy, neked D10 a hit die-od. Úgyhogy 10 legyen a rolled HP-nál. Oké. Jó. Akinek D8, annak D8. Azt hiszem mind a három másik voltak meg D8, mind a három. Nekem D10. Neked D10? Jó. D10, oké. Mert a rolled HP-nál van valamiért 12 alapból mindenkinek, ami nem értek, de... Szóval, mindenki nézze meg a dolgait. Viktornak van egy fontos dolga, mert ő egyes szinten választja ki az alkasztját. Mert neki egyes szinten, Clericnek egyes szinten kell domaint választania. A többiek, azt hiszem a druidának is circle-t kell választania egyes szinten, nem? Dávid? A... Nincs ott olyan, hogy
A proficiency-t kell választanom csak. Jó, akkor neked level 2-n lesz majd Druid Circle-ed. A fighternek ki kell választani a fighting style-ját a proficiency-jei mellett. Te mondtad, hogy te izé akarsz lenni two weapon fighter, ugye? Uh-huh. Akkor azt már be is pikkelted, gondolom. És akkor amellett meg mindenki választja a proficiency-jeit, meg az egyebeit, amiket a kasztja lehetővé tesz. Viktor, neked kell egy kis segítség a domain választásnál? Mindjárt kiderül. Hogy aha! Tini nincs segítség, a teklős leszel? A klerika legösszetettebb a domain választás tekintetében, van vagy 10 doménje alapban. Nem is az a lényeg, hogy nem kifejezőek a nevek. Tehát a Forge igen, Domain, nem. A Grave Domain, a Knowledge Domain, a Life Domain, a Light igen. Domain, a Nature Domain, a Tempest Domain, a Trick és a War Domain. Ezek kérdésesek okay. Számomra. Elmondom, hogy melyik micsoda. Az Arcana Domain, az lehet, hogy nincs ott. Az pont nincs, úgyhogy kezdjük azzal, jaja. Kezdjük is. A Dev Domain ott van? Dev... nem. Az sincs ott, ja. Ja, mert az DMG-z, oké. Okay. Forge, a Forge van elől az ABC-ben, úgyhogy az előtt ne nézzük. Forge Domain, te fogsz tudni fegyvereket és páncélokat gyártani fele olyan gyorsan és fele annyiért, mint egyébként kéne, illetve neked lesz egy olyan feature-öd, amivel plusz egyet adhatsz egy darab fegyverre, vagy páncélra, vagy valamire. Jaja, mehetünk tovább. Oké. És egyébként meg Heat Metal, meg Magic Weapon, meg ilyen spelleket kapsz. Ez 8 oldalnyi spell? Igen. Üdv az előző kalandomban. A Grave Domain, ő kap egy csomó necrotic spellt, uh-huh. És tud temporary hit pontot lopni, cantripként tudja használni a spell, the dying nevű spellt, ami megállítja valakinek a haldoklását, tehát nem kell death save-eket dobnia, hogyha nullára ütik. Kapsz egy olyan képességet, hogy Eyes of the Grave, meg tud állapítani, hogy a környezetekben van-e élő halott. Tehát ilyen élő halottal kapcsolatos dolgokat csinálunk. Egy necromatic cleric gyakorlatilag. A knowledge domain, ő is benne van. Igen. Knowledge Domain kap ilyen jövőbelátással, meg irányítással kapcsolatos spelleket, és kap egy csomó plusz skill proficiency-t, megtanul extra skilleket, extra toolokat, ilyesmivel kapcsolatban. Okay. Én csak annyit mondanék, srácok, hogy, hamarosan Tyrannosaurus Rex-eket fogok szummonolni. A Life Domain az heal-el, ő a tipikus healer cleric. Ő kapja a legjobb healing spelleket, kap healing ability-ket, erről szól az egész cleric. A Light Domain, ő kap tűzzel kapcsolatos spelleket, Burning Hands, Fairy Fire, Flaming Sphere, mit tudom én. A Nature, ő Nature-re kapcsolatos spelleket kap, Animal Friendship, Speak with Animal, ilyesmi kap, Animal Hand. Tempest, ő vihar spelleket kap, villámcsapás, ködök, ilyesmi. Jól hangzik. A Trickery Domain pedig, ő kap extra stealth proficiency-t, stealth-re előnyt adhat valakinek, meg tudja kettőzni magát. Lopakodó technő, srácok! Oké, War Domain is, ez az utolsó. War Domain, ő kap spiritual weapont, tehát hogy le tudsz hívni egy valamilyen fegyvert, ami így magától az irányításodra harcol, kap extra pajzsokat, védelmi spelleket, varázsfegyvereket, vagy a magic weapon spellt, és az egész arra van kitalálva, hogy támadhatsz bónusz actionként, használhatsz weaponeteket bónusz actionként, ilyen harcos. Jó, life domain lett egyébként. Life domain, oké. Dave,
Neked úgy működik a kasztod, hogy abban rengeteg spell, amit látsz, abból válasszál annyi cantrippet, amennyit enged a D&D Beyond. A cantrippjeidet jól fontold meg, mert a cantrippjeidet kiválasztod, és azok maradnak. És nem kapsz nagyon sok cantrippet, 13 plusz, úgyhogy azokat fontold meg. A spelljeid, az majdnem mindegy, azt te minden nap fogod tudni variálni, azokat készíted be, amiket akarsz, teljes spell list elérhető neked mindig, úgyhogy minden reggel azokat készíted be, amelyiket szeretnéd. Úgyhogy azon most nem kell nagyon ráizadni, most arra koncentrálj, hogy szerinted már amire lesz szükséged. Annyi druid spellt készíthetsz be, amennyi a wisdom modifiered plusz a karakter szinted. Hogyha jól emlékszem. Aha. Gyorsan legyen, mert ez... A 21 known, és cantripből kettőm lehet. Ja, cantripből kettő lehet, és a known spelljeidből bekészíthetsz majd annyit, amennyit lehet. Most valószínűleg nem fogja tudni megszabni, mert nincsenek meg az ability score-jaitok, úgyhogy nem tudja még, hogy mennyi spell készíthetsz be egy napra valószínűleg, de annyit, amennyi a charisma modifier, vagy wisdom modifier-et plusz egy. Kaci, te rangerként még nem kaptál spellcastingot, te majd level 2-n kapsz spellcastingot, ha jól emlékszem. És neked nincs is semmi, amit most választanod kell képviselőségben kívül, hogyha jól tudom. Úgyhogy... A Natural Explorerhez kell választanom, hogy terrain-t, ami... Terrain, jajajaj. Azt meg ugye izét kell, favor, de nem itt kell még választanom. Jaj, hú, azt most elég könnyen megadtam, hogy mi legyen a favor, de nem itt kell. Ja, hát igazából kiválasztja a tündéreket, mert hogy awareness-ba megyünk. Persze. Mindenki állítgassa a kasztját, és akkor utána majd... Az a baj, hogy nem tudom, mi vár ránk a pokolban, mert nyilván nem olvastam el. Hát még nem megyünk a pokolba egyébként, de mindegy. Viktor, neked is úgy működik a spellcastingod, mint Dave-nek, hogy te minden reggel az Istenethez imádkozva készítesz elő annyi spellt, amennyit előkészíthetsz, és neked is rendelkezésedre áll a spellisted minden reggel, azt készítesz be, amit akarsz. Cantrippjeidet kell megválogatnod nagyon, mert azok kiválasztod, és azok fixek. Annyira könnyű. Az most kell kiválasztanod a class menüpontnak van egy olyan spells része. A class feature-ök mellett van egy olyan spells. Annyira könnyű, így, hogy nem kell három oldalt átnyálazni. Bizony. Azt mondjátok, hogy akkor mindenki... Igen, most ezt mondod, és aztán még én is nagyobbat fogok somni nálad. annak ellenére, hogy egy nyavajás healer technés vagyok, aki valószínűleg 50 percen nem vett levegőt. Csak hogy így érted, érezze, hogy teknős. És akkor majd azt mondod, hogy hát akkor talán mégsem olyan könnyű. A fighterrel az van, hogy neki, ő is olyan, mint a klerik, hogy van 600 alkasztja, úgyhogy tudja variálni, ahogy szeretné azért. Nyugi, nem leszek varázslós. Akkor nem leszel. Lehet. Rájtól az árkénát. Ha rámegyek a spellsre, igen. Akkor ott van egy prepared spells, meg egy known spells. Igen. Részem. És ott kell legyen minden egyes szintű spell jelenleg, meg a... Ott van. Igen. És ezekkel most mit kell csinálnom? Jelenleg bekészíthetsz annyit, amennyit enged a D&D Beyond. Ha. Az alapvetően neked a... Azt hiszem, te wisdomból vagy klerikként? Elméletek be van kettő, a Bless meg a Cure Wands, az be van készítve. Jó, de enged még prepare-elni spelleket? Várjál, mindjárt megpróbálom. Valamelyiknél van egy prepare gomb. Jó, akkor ott prepare-elhetsz még. És ha prepare-elek eleget, akkor egyszer csak el fog fogyni a... Igen. Aha, és akkor nem lesz ott a prepare gomb, tehát onnan fogom tudni, hogy itt vége van, hogy... Beszürkülnek a prepare gombok. A cleric... Megvan, még egyet tudok, szerintem. Majd többet is fogsz tudni, csak még nem tudja, hogy mennyit engedjen, mert még nem adtunk meg a beauty score-okat.
Meg kiválasztatsz 2 darab cantrippet, cantrippjeidet, jól válogasd meg. Ezt mondtad már, de még nem jöttem rá, hogy a szól kell egyáltalán kiválasztani. A legurulsz, van egy hot spells, vagy nem tudom, known spells, vagy nem tudom, ott kellene legyenek a cantrippek is. A known spells, az megvan, a cantrippek, ó, a cantrippek azok, amiket learnölni kell. Igen, azokat learnölni kell, igen, igen, igen. Oké, okay. Hányat tudok? 3 tudok abból megtanulni. 3 tudsz? Ja, igen, hát 3. Azt írja, hogy 0/3, szóval igen. Gyanúsnak tűnik. Oké, akkor először is, prepare-elek még valamit, ami... Csak a hogy... Creator Destroy Water, az például kifejezetten hasznosnak tűnik. Lehet, hogy hasznos lesz benne. A 13-as szintig te összesen 5 darab cantrippet fogsz kapni, úgyhogy most ezt a 3-at jól válogatni. Oké, jaj. Hoz valaki healing cuccokat? Ment engem? Van egy live, meritetek, más se fog csinálni. Én más se fogok csinálni, csak healing cuccokat hozni. Ő egy abszolút healer. Olyannyira egyébként, hogy a proficiency-nél is rámentem a medicine-re. Szóval... Kimaxolt a healing lehetőség. Oké, okay, szóval... Creator Destroy Water. Nem tudom, nehéz a döntés. Mert tudom, hogy ezt nem most kell meghozni, hogy milyen szuklaszt akarok választani, vagy level 3-on. De hogy nyilván... valamennyire a karakterem alapjaiba ezt be akarom építeni, és... Azért azokat meg rollolni fogunk, és nem mindegy azért, hogy mire adod a statjaidat, meg milyen szuklaszt választasz. Mondjuk, hogyha Viki eldöntötte, hogy ő nem akar Eldritch Knight lenni semmiképp, akkor ő részére rendben van, mert onnantól tök mindegy. Ó, pedig az Eldritch Knight, én az akartam lenni, és így afele húzott nagyon a szívem. Csak de azt... hát lehet. Meg lehet, szeretné. Nem, nekem ez nagyon tetszik. Figyelj, a cantrippekkel kéne egy kis... Na, mondja uram. Kis segítség. Ugye én most 2 választhatok. Yes. Meg preparelhetek 1 spellt, de az mondjuk most teljesen mindegy. Hogyha később, hogy is mondjam, ilyen summoner oldalra szeretnék venni. Akkor van olyan, amihez mondjuk kellenének alapok? Cantripnek nem igazán. Nincs olyan cantrip, ami így segítene ebben, vagy hozzájárulna ebben, mert cantripek között nincs nagyon summoner. Az Unseen Servant van egyedül, de az Unseen Servant az... ja, az is egyes szintű spell, úgyhogy tök mindegy, meg a druida nem fér hozzá. Nem nagyon van, ami a cantrippjeidet befolyásolná, hogyha ilyen summoner build akarsz. Aha. Mert igazából a 2 választanék, az egyik az Infestation, ami elég funny. Az Infestation-nel azt csinálom, hogy ha látok egy karaktert, akkor tudok egy pár másodpercre ilyen bolhákat, vagy bármi ilyesmit. Ja, bogarakat ilyesmiket rá, úgyhogy egy Constitution Saving Throw-t kell dobnia, illetve hogyha meg is dobja, akkor is arrébb fog ugrálni. Tehát, hogy arrébb tudok valakit vinni. Hát támolyog volt. És ez funny, hogyha van valaki, aki mit tudom én, egy... Az Infestation az jól illik a Summoner. Igen. És az alapvetően adja. Kifagyott a cucc. Na. Meg a izékat úgy... Kezdhetem előről? A bogaraidat. Jaj. Kezdhetem előről. Nem kell, ment egyébként menet közben a D&D Beyond. Úgyhogy ha megtalálod a karakteredet, akkor folytathatod, ahol volt. A kampányait közt meg fogod találni a D&D-vet, és akkor ott meg fogod találni a félkész karakteredet. Elég van, hogy persze. Jó, itt vagyok a spellsnél. Oké, okay. Ja, nem kell újra kezdeni az elejétől.
Alapvetően nem szoktam elvárni session nullán, hogy mindenki vésse kőbe a dolgait, de most igen, mert játszani is fogunk utána, úgyhogy... Úgyhogy válogassátok meg a spelljéteket. Közben bocsánat, egyébként azt a beszélj... másik, ami még, mert ugye kettőt kell. Yep. Nem tudom, hogy nekem például a izé az nyilván nagyon tetszik, a... hol van? Ó, oh, ez egy first level. Nem, de ez egy first level, a Beast Bond. Igen, az egy... Az... Arr. Kicsit szomorú vagyok, és közben egyébként meglehetősen izgatott is. Szóval, mivel 13-as szintig 5 cantrippem lesz, ezért nem vagyok benne biztos, hogy el kéne pazarolni egyet arra, hogy bármit általam választott színben világíttathassak. De... Az mennyire illik hozzám? Közben mégis csak az lenne az érzésem, hogy ez egy olyan dolog, amire nem lehet nevet mondani. Én és adom. És onnantól kezdve egy órán keresztül világít abban a színben. Mint hogy... Jaj, Istenem. Ez lehetne hasznos is, de... Mindegy, ez meg van tanulva. Nyomtam a gombot, ez van. A kérdés, hogy vajon a teknős páncélom az valaminek számít-e? Én annak rúlolnám, by the way. Nagyszerű, akkor srácok, a rózsaszínen világító teknős in the house. Hat egy darab a célra, akkor miért ne hatna a páncélodra? Teljesen igazad van, abszolút. Egyébként nem lehet 10 feet-nél nagyobb, de várj, a páncélom nem nagyobb, nagyon jó. Jó, hát ez, nem srácok, ez lehetett volna egy extra heal, de végül is mindegy. Majd a haldoklik dév karakter, és majd felé hajolsz, hogy... Ó, arra már van! Ne, van már stabilizálásom. De lehet, hogy inkább felgyújtom a kabátját. Jobban lássuk utólag. Jó. A great wine like whip covered in thorns. Lehet, Hunter, egy technikai jellegű kérdésem? Jó. Várjál, még egyszer átolvasom, és aztán teszem fel. Ez egy action! Az nem éri meg. Ez a Thorn Whip. Ez nekem nagyon tetszik, hogy summonolok egy whipet. És az támad. De ez csak egy kör. Van valami olyan, ami a must have? Nem igazán. A Thorn Whip-nek annyi az extrája, az egy range weaponetek, csak magadhoz tudod húzni vele. Igen. Hanem... De hát nem tudok utána ráütni. Nem. Én kiválasztottam, és zavarba ejtően elégedett vagyok a választásommal. Az a lényeg, te legyél vele elégedett. Yeah. Asmodeus. Ez viszont elég jó, csak nem látom, hogy lesz jó. A... Micsoda? Shillela. Betűzni is tudom. S-H-I-L-L-E Lagöhö. Ja, mert van, igen. Holding immune, nincs powerful duration. Ja, ez egy... Ez elég jó tud lenni, hogy közelharcba kerülsz. Rajtad múlik, hogy közelharcba akarsz kerülni, vagy sem. Hát... Általában a szomorelgasztok nem akarnak közelharcba kerülni. Megvan a következő cantrippem, amit majd kiválasztok megfelelő szint lépésnél. Aminek az a lényege, hogy valamilyen ilyen kisebb csodát hajtok végre, ami... Egyébként, most, hogy jobban beleolvastam, kiderült, hogy instantaneously cause an unlocked door or window to fly open. Oh! Egyébként milyen cantrip-eket választottál, akkor ezt mesélj már el nekünk. Elmesélem, a guidance. Ami elméletileg 1d4 plusz ilyen ability checkekhez.
embereknek, akiket megtacsolok jól. Aztán a light, amivel nyilvánvalóan rózsaszínben világít a minden. Ez a light dolog az, ami, hogyha valamit, valamihez hozzáérek, és akkor blablabla úgy döntök, akkor ilyen bright lightot bocsát ki 20 lábon belül, és dim lightot 20 lábon, még további 20 lábon belül. És ugye ennek választhatom a, ez meg a színét, és egy óráig tart, ez fontos. És a spare the dying-ot választottam még mellé, hogy ne kelljen már, tehát hogy stabilizálom, ezt gondolom azt, hogy ne kelljen dobálni rendszeresen, hogy ne halljon meg. Ja, ez hasznos tűnik. Egyébként kifejezetten hasznos lesz a light mind a kettőtöknek, mert hogy se te, se Dave karaktere nem lát a sötétben. Technikus, ami nem lát a sötétben, patetik. Tabaxi meg a Genesi azt szerintem lát. Én szerintem igen. Én is. Rémlik. Speak. Olyan, mint a Jézus tablettával csinált volna bor, de adom. Hát én... És nem látszok. Én ezt választottam. Én ezt választottam. Elvittem a Frostbite-ot, meg az Infestation-t. Jó. Tök jó, Kent. Na, akkor... És a Speak with Animals-ot bekészítettem. Kaci, te végül mit választottál Favored Terrain-nek, vagy Favored Enemy-nek? Kérlek szép, Favored Enemy-nek a Fiendet választottam. Igen? Surprise, surprise. A másik? És a Favored Terrain-nek pedig a Swampot. Oké. Okay. Nem, okay. A Desert-ot. Desert, oké. Okay. Jó, akkor menjünk az ability score-okra, és akkor itt van egy döntésünk. Egy nagyon fontos kérdésem, mielőtt tovább megyünk. Lesz később lehetőségem átírni a nevemet? Mert ez csak egy placeholder név. Én már háromszor átírtam. Hát jelenleg az a nevem, hogy Zsolti a béka, de hogy nem vagyok benne biztos. Nem, valószínűleg. Nyilván van, nem így szemben. Egy Michelangelo, vagy egy Donatello, ez mindegyik tökéletes teknős név. Az ability score-ok tekintetében legutóbb én de facto kimondtam, hogy rollolunk. Most is rollolhatunk, de rátok bíznám. Rollolhatunk statokért, ami funny és random, vagy csinálhatunk Point Byte, ahol ti osztjátok ki statotokat, és az egy balanszosabb karaktert fog eredmény. Hát, vagy kiosztjuk egymásnak. Ó, nagyon jó! Én nem szeretném. Léci! Kiosztjuk egymásnak, az nem biztos, hogy rosszabb, mint hogyha rolloljuk. De, te is tudod, hogy de. De, hogy nem lesz az rosszabb. Racial bónusz, fúj. Úgyhogy rátok bízom, hogy melyik legyen ebből a két opcióból, de egyezünk meg az egyikben. Vagy rolloljuk egymásnak, az balanszos és vicces. Nem tudom, mit a balanszosabb. Én a dobás mellett vagyok. Én is, szerintem az vicces. Cool. Mondjuk, amikor egy folyatékos technős leszek, aki amúgy igazából nem is humanoid, mint az kiderült az értékei alapján, akkor nem leszek majd ennyire büszke erre, de hogy... Mindenki akkor vegyen elő 4D6-ot alkalmazással, vagy kockákkal, vagy ahogy szeret. 4D6-ot. És akkor... Nem tudom, hogy én is alkalmazással. Sorban dobunk? Vagy egyszerre dobunk, vagy hogy vagyunk? Sorban. Már is tudhattok, hogyha szeretnétek, az is abszolút opció. Hol kell dobni? Itt lehet dobni? Vagy hol lehet dobni? Van egy dobó az eszköztáron. Ja, de itt dobjak, mert itt tudok dobni. Vagy... És hol dobunk? Na várjatok, akkor még mielőtt bármi dobás történne, akkor hol dobunk? Fizikailag, Foundry-ban. Oh yeah. Én szeretném úgy dobni, hogy lássátok a számokat. Jó, van. És olyat hol tudunk? Hát olyat nem tudtok csinálni, hogy tiéteket lássák, olyat tudtok csinálni, hogy... Ja, de a chatben látni fogják igazából. Nem csak a chatben, hanem látni fogják. Látszik a képernyőn. Láttok mindent, srácok? Azt nézzétek meg. Hol, és akkor ez hol van?
van bal oldalon egy D20-as ikonú gomb. És arról is meg, hogy olyan, mint a logónk. Van a VTT-nkben, a Virtual Tabletop. Na, de az hol van? És itt meg van nyitva nektek? Fordon, beküldtem a linket. Nem látják. Oké. Van az IP cím, amire csatlakoznatok kell, és ott van a jelszó, hogy mi a jelszó a belépéshez. Tudom kiválasztani a karakterem. Ez nem az. Én nem tudok belelépni. Miért nem? Mert piros áthúzott, amikor rá akarok nyomni, hogy melyik karakterrel akarok csatlakozni. Akkor nem lehet, hogy már beléptél? Ja, valószínűleg benne vagy már. És akkor hol kéne ezt keresnem? Én látlak. Vikit is, meg nem Viktort is. Mert csak az van, hogy Dave, Katri, Viktor. Viktor most már belépett. Én most belépem. Most a D&D Beyond-on vagyunk. Nem a Beyond-on nem. Vagyunk. Van egy link a Discordon, ha visszakörgetsz velebe, más újra, mire ott vagyok. Köszi. Én a legalsóra kattintottam, de akkor ez nem az. Köszi. És tudod, nem úgy kell beírni, ahogy Dávid beírta múltkor, hanem jobban. Most az a hülye gyerek fázik, aki nem tudja fókuszba tartani saját magát, te Uber streamer. De most az nem az én hibám. Egy kicsit azért talán mégis. Lehet. D920, hát most. Vissza kellett adnod a kamerán? Na. Nem, de az csak fél órát tud egyben. Neked is dobjak statokat? Hozzá kell érnem, meg még mindig nincs hozzá táp, mert az Amazonról egy szar. Ó, értem. És az a baj, nagyon messze vagyok nyilván a kamerától, és... Na! Szóval, 4D6, kivonom a 6-it a szobából. Jó. Azt hittem az enyém volt. 6-t? Na, most szerintem sose volt a tiéd. Most fókuszba vagy, Kaci. Jéééé! Akkor mindjárt elmegy. Ja, most a D&D sorozatunkban először, úgyhogy üdvözöljétek Kacit! Volt már ilyen. Például amikor Zsolti volt, Kaci. Igen. Akkor volt a legjobb a képed, amikor... Az Epic Skin-es Kaci. Na, és akkor most itt tudunk dobni, nagyon jó. Igen. 4D6-ot dob mindenki, a legkisebbet kivonjuk, és az eredmény lesz egy darab stat. Azt kell felírni. De ha vártok egy pillanatot, szerintem a Foundry-ban van egy olyan, hogy... Jó, és akkor azt fogjuk csinálni, nem úgy, hogy ezeket a számokat felírjuk, és aztán mi osztjuk el. Igen. Oké. Okay. Ojaj. Ja, rányomtok a 4D6-ra, a Foundry ki fogja írni, hogyha ráviszitek a dobásra, vagy elkattintok a dobásra, hogy miket dobtatok, és a legkisebbet ki kell vonni, úgy lesz egy darab stat, a 4 statot, vagy a 6 darab statot fel kell írni, és azt úgy osszát kell, hogy akartok. Szóval, első körben kikezdi a dolgokat? Hát a hölgy. Akkor kezdi a hölgy. Én nem is értettem pont, dobok egy 4D6-ot. Igen. Dobjál 6-szor 4D6-ot. Most azzal kezdjük, hogy dobjál 6-szor 4D6-ot. Biztos, hogy ezzel akarom kezdeni. Csak rá a D6-ra? Mindig... Jó, akkor... Hát 4D6. Jó, először 4D6. Először 4 darab D6-ra. Nyomjál rá 4 darab D6. Oké, most dobtál egy statot. Írt most fel. Ha rákozz a 4D6-ra chatben, akkor látod, hogy melyik volt a legkisebb kocka. 2-3-as, igen, a 3-as. Igen, azt kiveszem, és a maradék 3-at... Három összegét. Egy hármast veszek ki? Hármast kiveszel ebben az esetben, igen. Tehát a maradék 11. Írd fel valahova magadnak. És ez 11, igen. Okay. 11. Fel magadnak valahova. És ezt még 5-szer ismétel meg. De én elmegyek, benyomok egy kávét meg egy rétest. Jó. Rétes? Csak vicceltem. Mondja, ez nagyon jó. Nagyon jó, az 14.
Elment rétesért. 16? Azt fogadjunk, hogy van rétese. Ilyen statjaink vannak. Kilenc. És még egyet? Vagy még mennyit? Hogy vagyunk? Kettőt. Eddig négyet kettő. Dobtál. Az... Tíz. Közepes statunk is. És van egy... 17. Van egy 17-esünk, oké. Neked a legfontosabb statjaid azok a Constitution, a Strength és a Dexterity. Ezekre tedd fel a legfontosabbakat, illetve kind of majd el kell döntened, hogy te Dexterity fegyvereket akarsz használni, vagy Strength fegyvereket akarsz használni, tehát azt szerint hozd el, hogy melyik legyen a magasabb. De és a Dexterity-mre amúgy van plusz 2 is. Plusz. Oszd ki őket, ahogy szeretnél. Ki a következőnk? Jó van, csinálom. Akkor csináltad én. Viki, dobtál egy majdnem maxot. Aha. Elég igen, jó. Ez azért elég menő. A tabaxinak. De okay. Aztán jön Dave. Aztán jön Dave. Ezt én, ha jól számolom, ez 7. Ez 7. Úgyhogy ez 7, az intelligence-em már megvan. Kilenc. Nice. Azt jól emlékszem, hogy az átlag a 10. Mert hogyha egy ilyen átlagos embert vagy valamit nézünk. Ez nem olyan jó! Eddig nem. Nem, ez elég ramadj eddig. Ez... jó. Ez szart. Ha 70 alatt lesz az egésznek az összege, akkor újra dobjuk a statokat, mert... Tizenkettő. Ezeket Dave, te írod? Igen. Sajnos. Akkor én clearelem a chat logot, és akkor kezdjük előről, mert hogy ez nem lesz meg 70, akármit fogsz dobni. Jó. Paci, megtennéd, hogy azért kilépsz, amíg dobok, vagy valami? Nem baj, majd megtrolom a druidát közben. Szóval akkor kezdjük előről. Kezdjük előről, olyan? Na. Nem van, mert nem, mert el van! 11, az jobb, mint 11, az nem rossz. Ez eddig a rekordod. Azt mondja, na, hogy... Na, tessék, jó. Ott is van. A 8, bazd meg! 10. Jaj, 10. Dobjál még egyet. Hoppá! Jó szar! Jó Isten, történik! Jó. Dobjad meg! Megdobhatom kockákkal, fizikaival? Most ezt a sor dobjuk még végig, hát ha meg lesz 70 valami csodában. Oké, ez 11. Lehetne sokkal rosszabb. Lehetne rosszabb. Dobjál még! Ez 11, ez 13. Na Dávid, ha tökéleteset dobsz, akkor megvan a 70. 4 darab 6-os kell, egyébként nincs meg. Ez nem az. Megvan! Oké, akkor ismét töröljük. 63-as sikerült. Vagy Andrin folytatjuk. Ez óra van! Én szeretném, ha itt folytatnánk. Én szeretném látni a karom. Meg tudom mutatni a kamerában. Jó, na. Dobjad itt. Na, akkor dobjad itt. Akkor még egy sor dobunk. Ez 11. Jó. Something. Ez oké, okay, ez... Oh.
14. 14. 14, ez nem olyan rossz. Én most először láttam 6-ost. 11. Dávid, megvan a fele, csak mondom. Tehát, hogy már 36-nál jársz a 70-ből. Ott is van. 13. 13. Oké. Nagyon jó lenne egy magas. Igen. A main statra nem lenne rossz, hogyha... Bár egyébként a 14-ben már 16 lesz a wisdom rakod. 11, 13. 13. Dávid, 8-at csak kidobsz. Ki? Te. Ki? Végül is 8. Ez így 70. Ne haragudj, Dávid, de... Sikerült a minimumot teljesíteni, amivel beengednek a kalandba. És azt is harmadszorra! És azt is harmadszorra! Jó, de pont 70, mit nyertem? Esetleg még 10 statot valahol elhozhatok. Az a helyzet, hogy valószínűleg nagyon sok kellemetlen percet. Nem, egyébként a main statja az nem lesz rossz, mert az 16-os lesz azért, hogy az nem rossz a faj bónuszával együtt, tehát, hogy az így megvan, csak nem rettenetesen kimagasló a karakter. Igen, ez a kegyelem kettes tipikusan a vizsgán. Na, te arról tudsz egyet és más, mi? Na. Ki a következő? Dobjál, Viktor, egy D6-ot. Aki a kisebb, az dob először. Az enyém 5. Oh. Fuck you! Akkor visszavágás. Nem szeretném titeket a kockák. Jó. Viktor okay. Kezd. Jó, akkor... Kezdjük dobálni. Oké, az 13, az nem rossz. 13. Szuper. Az egy kellemes 11. Ugye, hogy nem olyan kellemes. Könnyű. Kellemesről más elképzeléseim vannak, de legyen. Az egy 15. 15. Hogy? Neked is sikerült végül, Dave. 15-öt nem. Mi a fa? 14. Dávid, ott nem szed neki kockát. 14. 11. Nem magzik már olyan szorul az a point by, ugye? Nem nagyon. Jól emlékszem, hogy még egy van. Igen, még egyet van. Az 10. 12. Hogy lett jó. Az 10? Az 12. 12, vak vagyok, bocsánat. Benéztem. 12. Jó, nekem mik a legfontosabb mieim? Neked Constitution, hogyha közelbe akarsz menni nagyon, akkor legyen HP-d, meg a Wisdomod neked is. Mert te Wisdomból kasztolsz, a többit úgy osztod, ahogy szeretnéd. Hogyha közel harcba akarsz ütni, akkor a Strength se baj, hogyha magas. Jó, oké, okay, cool. Azt beosztatod magadnak. Kaci, lássuk a kockát. Roll the bones. 11. 11, oké. Okay. Az... 10. Oké, az 16. Van egy elég nagyunk. Hű, de megküldtem. 7. 7. Faj. 9, jó. Nagyjából balanszolódik. Egy dobásom van. 53-on állok, úgyhogy ehhez egy majdnem tökéletes kell, hogy az meglegyen. Ez kell egy 13. Hát akkor ezt újra dobom. Hát ja, akkor kezdjük előről. Mert hogy ez így szummába is csak 64. Jep, úgyhogy dobjunk no. Újra. Akkor nézzük meg ezt még egyszer. Nem szeretnék már titeket a kockák annyira, csak Vikit. 5 nagyon. 14. Nice. 14. Na, nullázd már ki. Mennyivel jobban jártam volna, ha bárki más dobja ki nekem? 14, ez 15. Oké.
történik a kacival? Jó. 10. Ja, ez 10, bocsánat. Azt mondja, hogy 1D6. 16. Oké. Okay. Na most, ha dobnék egy 15-öt. Az egy 16. 6-ot dobtam. Akkor most vagyok 71-en, és yep. Megvan egy dobásom. Yep. Bazd meg! 17. Holy fuck, milyen karaktered van! Jesus! Kacinak meg Vikinek a karakterei, azok ütnek. Viktor meg Dévők vannak. Ezek szép remények. Na, akkor mindenki egyszerűen. Neked a dexed fontos, értelemszerűen. A többit úgy osztod be, ahogy szeretnéd, meg ahogy gondolod a buildet. Nekem wisdom a fontos, ugye? Nekem wisdom a fontos, abszolút, igen. Neked a constitution se baj, ha van, hogyha át akarsz változni, és közelharcba akarsz. De hogy egyébként a wisdom a king. Megnézed nekem, hogy így? Akkor a wisdom-em az 14. Itt van, és azért nem sikerül negyedszerre megszólalnom, anélkül, hogy valaki átgyalogoljon a mondaton. Oké. Okay. Ja, mert nem hallom. Igen, ez a trükk. Az intelligence-em 8. Szóval azt akartam kérdezni, hogy a dexterity és az intelligence közül melyik a fontosabb nekem? Neked az intelligence. Strength, dexterity vagy karizma, ami... Tökéletesen jó. Strength, dexterity vagy karizma. Hát attól függ, hogyha... Hát igazából ebből a háromból majdnem minden. Sok dexterity szép van spellekben, úgyhogy a dexterity nem baj, hogyha nem szar. Jó. De karizma se baj, hogyha nem szar, mert karizmára is szükségetek lesz. Én ebből a kettőből választanám valamelyiket, melyik mint a jobban illik a karakteredhez. Mennyi background. Ja, a backgroundnál válasszátok majd ki azt a frakciót, amit választottatok. Mivel be van kapcsolva a homebrew megosztás, én pedig beválogattam a szükséges backgroundokat, ezért elvileg ott van a backgroundok között a három frakció, amit említettünk. Mindenki válassza ki a frakciót, amit megjelölt elején. Illetve a klerikünknek, meg a druidánknak szó, hogy mivel megadtátok az ability score-jaitokat, innentől több spell tudtok bepreppelni, úgyhogy arra majd menjetek vissza, hogy bepreppeljétek még az extra spelleket. Igen. A túl proficiency-nél elmondod, hogy melyik micsoda? Elmondom. A tool proficiency-nél... Athletics és intimidation. Milyen tool proficiency-k vannak, mert nem mindenhol lehetséges. Dice set, dragon chess set, playing yeah. card set, three dragon end set. Ezek mind olyan... Ezek játékszettek. Hogyha valamelyikkel proficiency-t választasz, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy te nagyon jó vagy ebben a játékban, úgyhogy nagyobb eséllyel fogsz nyerni benne, hogyha leülsz a kocsmában valakivel. Oké, okay, köszi. Mi az az ante? Ez egy kártyajáték, a Free Dragon Anti. Nem szarok ezek a statok, na. Nem? Nem, azt kell mondjam, nem. Mindenki látja azokat a frakciókat a backgroundok között, amiket beszéltünk? Aha. Mm-hmm. Okay.
amihez most nem ragaszkodok jele... Ja, ezt akartam mondani az elején. Ugye itt kell alignmentet választani, meg itt kell personality traiteket, flow-kat, ilyesmiket választani. Ezeket most nem ragaszkodom ahhoz, hogy ezeket most megválasztátok, illetve ahhoz sem, hogy a personality traiteknél, meg az ilyeneknél azokat választátok, amik itt meg vannak adva. Mindenki írhat majd külön personality traiteket, hogy szeretne. De ebben a kampányban fontosabbak lesznek ezek, mint a korábbiban. Mind az alignment, mind a personality traitek, bondok, flak, ezek fontosak lesznek ebben a kampányban. Úgyhogy azt tesztek oda, és azt írtok bele, amit szeretnétek, de fontoljátok meg, hogy mi van ott. Mert befolyása lesz a kampányra, hogy mi van ott. A nyelveket tekintve vannak ajánlott nyelvek? Vagy van valami, amit egy teknős szerinted reálisan tudhat? Nem tudom, hogy a halak milyen nyelven beszélnek, de hogy egyébként... Én az Undercommonra mondanám, de ez nem az az Under, valószínűleg. Nem egészen Under az. Under the sea. Az Infernál, az lehet, hogy jó jöhet, hogyha valamelyik őtök beszél Infernálul. Jó, most egyszer bekattintottam egy Infernált. Drakonics. Én azt felvettem már a klassznál. Ó, lehet, hogy én is. De hogy választhatok, ami nektek tetszik, nem akarok nagyon megmondani, hogy mire lesz szükségetek. Van egy pár nyelv, ami hasznos lehet ebben. A Krault kik beszélik? Akkor én is átrakom. De most tehát, hogy ettől beszélhetünk mindketten Infernálul, szóval... Vagy az, hogy többen beszéltek Infernálul. Ja, jó, akkor most... Meg én nem tudom, nem akarom így atom... mimaxolni az egészet, szóval most felvettem a Fiendet Favor, de nem minek, de hogy így nem akarom teljesen a kampányra alávetni teljesen az RP-t, annak, hogy a kampány az a legjobban passzolnak. Persze, abszolút. Mármint, hogy nem akarok erről senki mást lebeszélni, nyilván mindenki úgy játszik, hogy szeretne, csak... Crawl egyébként egy ilyen undead demon, tehát ez nem egy... A Crawl az egy... az egy másik világban létező lényfajta, úgyhogy azt ne nagyon szenvedj, mert az Ravnica faj, a Kraul, és nem Ravnicában játszunk. Úgyhogy. És mi választunk? Alignmentet? Azt mondtad? Választhatok alignmentet, azt most szeretném, az alignmentjét azt mindenkinek most szeretném, hogy ezt válasz ki. Az ideal bonds, flaws, personality traits-ekkel várhatunk, azt megírhatjátok a következő sessionre is, nem kell feltétlenül most, de azok is legyenek majd kitöltve szépen, mert azok is fontosak lesznek. Az alignmentjét azt mindenkinek szeretném, hogy ezt most válasz ki. Én újra klikkeltem a Lawful Good-ra, hogy öröm volt nézni. Neked nem sok opciód van. Hát life cleric-ként. Ja. Csak azért, mert teknős vagyok. Én chaotic, neutral. Oké. Okay. Nem akarok most válaszolni a kérdésre, válasz. Majd ahogy éppen tetszik. Hunter, a Fade-ben tudsz egy kicsit segíteni? Mondanál valamit, amiben hihetek? Oké. Okay. Lawful good. Lawful good. Nagyon jó. Nagyon finom party lesz. Hát, ha már fogyatékos vagyok, akkor... Több szempontból is. A life klerikek közül, te egy teknős vagy, akkor neked... Egy teknős life klerik vagyok, igen, ez történik. Én nem tudom állítani a personal traited ideals, bonds of, meg flows-t. Hogy érted, hogy nem tudom állítani? Hogy... nem lehet állítani. Itt van, hogy suggested characteristics, personality igen? Traits, choose two, és ennyi. Ja, azt én se. Belette kell, hogy legyen egy olyan egy personality traits, és van alatt egy sáv, amit bele lehet írni. Nincs nekem. Nekem sincs. Hát akkor azt majd
akkor azt majd megoldjuk. Minden esetre azt most hagyjátok, és azt majd kigondoljátok. A Life Cleric. A legtöbb Life Cleric általában... hát ez neked nem jó, mert teknős vagy. Corellon nem nagyon fogod tisztelni az elfek alkotóját, mert... Nem, én teknős vagyok. Meg egyébként is ki akarja azt tisztelni, amit mindenki? Én valamilyen hipster dolgot szeretnék, ami még nem divat. Én azt írtam van oda, el... hogy a fákban hiszek. Nekem ez bőven elég. Helm, a figyelő, ő is egy live domain istenség, egy páncélos lovaga a formája, egy védelmező. Engem meggyőzte. Beírva. Akkor Helm. Helm. Helm it is. Én is egy páncélos lovag szeretnék lenni, de nem tudok felvenni páncélt. De minek neked páncél, mert van hogy... rajtad egy. Azt hiszem, ez lesz a legnagyobb traumája egyébként a karakteremnek. Igen, Lathander volt még, akit... Hair, nincs. Skin, azt hiszem zöld. Szemek, nekem gondolom zöld. Nekem Cat Lord lesz. Oké. Okay. A Faith. Hunter, te elolvastad az ilyen adatokat? Milyen magas egy teknős? És mennyit nyom? Megnézem neked. Ezt nekem is be kell állítanom? Alapvetően nem bánnám, hogy mindenki megadná súlyát, meg a magasságát, mert... én 1.5 size vagyok. Tripla XL. Oké. Okay. Egy nagy darab. Furball. 5 cm, 150 gram. Ez nem az a fajta teknős. Ja, nem. Hány éves lehetek? Én egy ilyen erdőlakó vagyok, ilyen sok éves lehetek. Ha jól emlékszem, a furballok nem élnek sokáig. Hát az ilyen ability-kkel biztos, hogy nem. Ilyen kockadobásokkal nem fog sokáig élni. Tortured traits. A teknősök átlagosan 50 évig élnek. Tortured faj, az rövid életű. Legyél 49 éves, léci. És egyszer csak összeesek a kart közöttén. 15 évestől számít felnőttnek. 5 és 6 feet között van a magasságuk. És 450 font súlyt. Alapvetően. Hú, a furball az 700 évig él. Úgyhogy én lehetek 450 éves. Akkor lehet, igen. Tényleg 500 évig. Bocsánat, 420. 30 évtől számítanak felnőttnek, és 500 évig. És milyen magas vagyok? Legalább. 7-8 láb közt van a magasságod, és 240-től 300 fontig terjed. Akkor 2,2 méter magas vagyok. Bizony. Az igen, ott le fogsz fejelni ezt-azt. Nagyon magasak. Nagyon magasak, és a 2,2 az furballoknál nagyon alacsony. Úgyhogy én ezért is nem szeretem őket annyira. Mármint én is 2 méteres furball. Vagyok. Igen, te is. Én 167 centi. Fú, de milyen... nem tudom, hogy a weight-em, főleg nem. Ebben a mértékegységben. Kb. 6,5. Ja, wait. A wait az kb. Kétszeres szorzó. Wait. Kb. Kétszeres szorzó? Aha. Ja, mert 1 font az 0,45, azt hiszem. Kilóban. Hát akkor legalább 257. Font vagyok. Ja. Vastagok a csontjaid, meg olyan magas srác vagy. Hogy mosolyog a gyerek? Annyira szeretnék én is ilyen karakterisztikát találni. Te genesi vagy. Én amúgy a Google-ben keresek, ezt úgy oldom meg. Fenn van. Meg D&D Wikin. Nem, Forgotten Realms Wikin.
Én meg megkérdezem a mesélőt, mert ez egy kommunikáció alapú játék. Jó, de hát a Genashik Viki hol máskor keresne válaszokat, mint a Vikin? A Genashik, ők nagyjából olyan akkor lettek, mint a többi faj, vagy az emberek, bocsánat, és olyan 120 év körül élnek. A méretük alapvetően hasonló az emberekhez, 5-6 feet magasak, súlyukban is hasonlóak az emberekéhez. Nagyjából be tudod lőni. A tabaxinál egyébként nincs megadva se a konkrét súly, se a konkrét méret a D&D Beyond-on, csak azon megadva, hogy magasak és vékonyak és kecsesek. Hát az van, hogy magasabbak, mint az emberek, és vékonyabbak az emberi arányokhoz képest. Tehát valójában csak egy kék bőrszín hiányzik ahhoz, hogy ti játszhassátok az új Avatar filmben. Hülye vagy? Az egész testem szőrös, és hosszú szőrös farkam van. Úgyhogy a macskák lesznek. És nő vagyok. You heard it here first. A Tomi, mindjárt végig megalkottuk a karaktereket, és aztán végig megyünk. Kiválasszuk a kezdőgírját mindenkinek, és akkor majd utána kezdjük a játékot. Én alignmentben egyébként true neutralt választottam. Oké. Okay. Nice. Van két nagyon gutunk, van két leszarom. It's cool, nem man. Leszarom, nem szarom le, majd ahogy pont, nekem jó, úgy. Most két saving fistünk, a Lawful Good, és a Hellriderünk a Natural, meg a Gauntletünk a... Még mostanáig sem értem pontosan, hogy a bondokból meg az... Én Flaming Fist vagyok. Flaming Fist vagy. Jaj, bocsánat, szóval akkor összekever. Nem értem tisztán, hogy a bondokat meg ilyeneket miért lehet többször hozzáadni. Viszont azt hiszem, most már ötször van odaírva, hogy I never leave a comrade behind. Úgyhogy a kommunista technősi szír mostantól vele sem fog izzani a páncélom is festek rá sarlót, kalapácsot és egyébként csillagot is. Én továbbra se tudom a personal characteristics-et meg a ezeket állítani. Nem baj, majd azokat megoldjuk kiátékon kívül. Majd belenézek a karakterlapba és megnézem, hogy felkezdem. Hogyha más nem, akkor majd felírjuk valahova, mert egyébként a D&D Beyond karakterlapjára manuálisan is rá lehet írni magukat, szóval felírjuk. Oh, most már be tudom írni. Vagy personality traits. De nem. De választom. De csak kézzel tudom beírni. Ja. Nem tudok választani. Válasz, akkor találj ki olyat, ami neked stimmel a frakció background és a saját képzeleted a karakter alapján, hogy mi lehet. Hogyha valamilyen támpontra nagyon van szükséged, a tabaxinál vannak egyébként personitek, meg ilyenek felsorolva D&D. Ó, tényleg, köszi. Hogyha kell nagyon valamilyen ihlet. Egyébként nem csak van, hanem átküldtem nektek a PDF-eket, azokban is vannak personality traitek, bondok és flaw, úgyhogy onnan kiveheted és beírhatod D&D. Én annyit írtam oda, hogy a nice idiot. Nature, good. Evil, bad. Yeah. Ez az én hitvallásom. Ideals, bonds. I really only care about animals. Én egy kompassz karaktert akarok vinni,
érthető okokból, és van egy ilyen personal trait, hogy I haven't cut my hair since I joined the Hair Riders. Ami végül is igaz, hiszen... A komcsi RGB teknős, úristen milyen rajzok lesznek ezekből. Jó, de egyébként a Viktor az igazi szovjet kétéltű is. Én már most imádom ezt a kampányt. Sokkal jobban szeretném, hogyha tudnám azt, hogy fogok tudni valamit varázsolni valaha, de itt se rossz. Annyira szeretném, lehet az alkalomon egy I never leave a comrade behind tetoválás. Én megengedem. Ez már bele van égve a teknősbe. Én megengedem. Jaj, Istenem. Mondhatjuk akkor, hogy Viktor kimarkszolta a karakterét? Jaj. Jaj, bazd meg! Bazd meg! A másik kezemben pedig egy ebből a kalandból úgyse tudtok akkor a shit show-t csinálni, tehát a válasz lenne. Igen, már csak hogy emlékezzek azon, hogy honnan jövök. Hogy állunk? Hölgyeim és uraim. Én már beírtam a personality traits-eket. Introvert, grumpy, likes to sleep comfortably, favorite food lizard. Nice. Én ezzel a résszel kész vagyok, én a starting equipmentnél vagyok, meg nyilván vissza kell majd menni az abilitieshez, vagy valamihez, hogy pótoljam, amit pótolni kell. Én azt belőttem. Hogyha aki kész van a personality traitekkel, meg stb., az menjen át akkor a kezdő equipmentre, mindenki válogassa ki, fel fog hozni egy adagnyi lehetőséget, válogassátok ki, hogyha megvannak a kezdő equipmentjeitek, akkor nyomjatok rá utána a lista alján az Add Equipment című kék gombra. Ne zárjátok be, tehát arra nyomjatok rá mindenképp. Akkor ha rányomtok arra a gombra, utána el fog tűnni minden, de ne aggódjatok, az azért tűnt el, mert hozzáadtak a telót. Nem kell. Utána kész van. Ha túl vagytok a hírválasztáson, akkor utána kész. De mi? Az van, hogy van meg, hogy a piros a kék, a pozitív a negatív. Vagy én erre nem figyeltem őszintén. Jó. Szóval a starting equipmentnél mindenki választ az equipmentet, a gold helyett, mindenki equipmentet választ. És kiválogathatjátok, hogy mit tudom én, milyen armort akartok, fegyvert akartok, kiad lehetőségeket, mikor válogat. Azokat kiválasztjátok. De nekem kiadja az armor, de én nem hordhatok armort. Akkor nem lesz rajtad armort. Oké, cool. Én quarterstaff-val megyek, ugye? Azt választasz, amit szeretnél. A druidák nem szükségszerűen botot használnak, szoktok használni mindenféle dolgot, csak nyilván rajtad áll. Utána, hogyha kiválasztottátok a dolgaitokat, akkor nyomjatok rá az Add Starting Equipment gombra ott a lista alján. Arra kikéltek. És akkor hozzáadja a karakterlapotokhoz a cuccokat, kiválasztottatok. És kész lesz a tella. Oké, cool. Ennyi. Nekem ki kell választanom a fegyvereimet. Azt mindenkinek. Jó, neked lesz egy pár. A fighter az minden szarral is üt és vág és egyebek. Két quarterstaff. Én gondolkoztam, hogy viszek magammal egy plusz mészt, és akkor amikor elveszik, akkor mondhatom, hogy van a másik. De hát közben szeretnék bottal járni, szóval. A leather armor. Te druidaként nem hordhatsz fénypáncélba. Igen. Ez a Sprig of Mistletoe, vagy Totem, vagy Wooden Staff, vagy Jewwand, vagy Druidic Focus, ez micsoda? Gyakorlatilag, tehát hogy spellcastereknek, vagy a spelleknek vannak materiál
komponentjei, aha, amiket fel kell használnod ehhez. De választhattok arcane fókuszt, és akkor nem kell felhasználnatok semmilyen komponentet, csak azon a fókuszon, azon a tárgyon keresztül varázsolt. Aha. Ez a tárgy rátok van bízva, Viktornál ez egy szent szimbólum lesz, egy helm, szimbóluma, hogyha arcane szimbólum, vagy holy szimbólt választ, neked meg valamilyen természeti tem vagy akár. Holy szimbólt választottam, de nem tudom a további jobban ez mit jelent, úgyhogy... Hát küldetek neked egy képet arról, hogy például... Ha azt választom, hogy wooden staff, akkor az lehet a quarter staffom, ami a kezemben van? Én megengem, hogyha szeretnéd a quarter staff zárként fogként használni, akkor erre van lehetőség, mert... De hát, ha találok jobbat, úgyhogy legyen nálam egy totem. Jó, legyen totem. De arra is rányomhatsz, hogy druidik az egy generic meghatározás, és utána kitalálsz olyan arcane fókuszt magadnak abból, amilyet akarsz. Tőlem olyan lehet, amilyen akar, de a totem is tökéletesen. Azért, mert a totem az lehet bármi. Jaj, de jó. A holy symbol, Helm holy symbolja, az egy acélkesztyű, egy olyan medál, vagy olyan motívum a páncélodon, vagy valami, annak kell lenni a holy symbolod. Tudok tinderezni. Sárlókalapács. Szóval az van, hogy tudom, hogy pap vagyok, és ugye ebből adódóan tudnék magammal egy priest pakkot vinni, de nem tűnik annyira hasznosnak, mint az explorers pak. Megharagszik valaki, ha nem viszek magammal a gyertyákat? Nem. Meg különböző illatosítókat, értitek? Nem. Lehetne helyette 10 napi kaja. Igen, például. A pakkoknál én nem szarazok ezzel, mert hogy van egy clearly jó választás a pakkok között. Igen, tehát az egyikben van illatosító, a másikban meg 10 napi kaja, nem áll. Amúgy, Viktor, ezt úgy mondod, mintha a két healer képességed helyett nem egy RGB lámpát, meg egy nem tudom mit választottál volna. Tehát, hogy így... Csak egy képességet áldoztam be hülyeségre. Azt alaposan. Nem baj, gyerekek, én majd megidézem a dolgokat, amik harcolnak helyettem, mert láthatóan én arra nem leszek képes. Hunter, hogyha kiválasztottam, hogy ugye két martial weapon, yep, akkor alatta, ugye nyilván ne a two-hand axist válasszam, hanem a light crossbow és 20 bolcot, ugye? Miért? Lenne ez nyilvánvaló. Hát mert hogyha már választottam két fegyvert, akkor válasszak mellé még kettőt, jól értem? Nem. Kiválasztod azt, hogy martial weapont kérsz, akkor utána ki kell választod, hogy mi az a martial weapon. Azokat kiválasztottam, azt a kettőt. Ja, jó. Azon felül, tehát hogy amit szeretnél, hogyha szerinted... Tehát, hogy a két martial weapon mellett még elrakhatok két handexet is? Igen, és a handexet egyébként ranged weaponként is lehet dobni. Ha. Tört handexet lehet dobálni, és azt lehet milliben is használni, és akkor vagy választhat ranged weapont bowokán. Akkor figyusztok, cipelek magammal egy arzenált, jó? És akkor majd így passzolom, hogyha nektek nincs semmitek. Mint fighterek által. Minden fegyver is lesz nálad. És most mi történik, hogy rányomtam, hogy add starting equipment? Igen, arra rányomsz, és akkor karakterlapodhoz hozzárendeli, és kész vagy. Hogy van a starting equipmentje a rangerünknek, meg a fighteringnek, ők kész vannak. Viktor, Dave, nektek még vissza kell majd mennetek a spells részre. Én megcsináltam spell már. Jaj, oké. Okay. Viszont, hogyha ezzel megvagyunk, akkor... akkor sort of készen vagyunk. Én nem bánnám, hogyha elneveznék a karaktereiteket, hogyha most nem tudjátok elnevezni a karaktereiteket, akkor itt az első intro játékban nem fogunk megharagodni egymásra, ha nem mindenki karakternéven hívja a másikat, mert még nem tudjuk. Én hogy... elneveztem. Én is. Én is. Oké. Okay. Akkor zsin. Viktor? Michelangelo? Nem, én is még nem írtam át, de mindjárt átírom. Ki van választva a név, csak még választok ezért egy utolsó prepared spellt. Oké, okay, akkor... Jesus. Megnéztem a neveket. Hol
tudom megnézni őket? Te nem tudod. A campaignben ott vannak. Mert akkor már átírtam a nevemet, bocsánat. A mai játékhoz az előző kampány tokenjeit fogjuk használni placeholderként, mert hogy még nyilván nincsenek mások. Úgyhogy... Jaj, a spelleket nem mondtuk el, bocsánat. A... Pillanat. Ez a DBSD. Igen. Igen. Nice! Nekem két cantripem van, Frostbite és Infestation, mind a kettő remek, remek hasznos dolognak tűnik. Emellett az Absorb Elements, a Beast Bond és a Speak with Animals van bekészítve. Nekem a három cantripem, ami van, az a Guidance, ami egy bónusz abban az esetben, ha valaki megpróbál valamit csinálni. Megtapizom előtte, aztán tud hozzáadni a dobásához. A Light, amiről lehet, hogy már beszélgettünk. A Spare the Dying, amivel ugye tudok valakit, tehát meg tudok állítani valakinek a haldoklását. Aztán a képességeim az a Bless, amit elég sokat láthattunk eddig Kacitól. Aztán a Creator Destroy Water, mert nagyon vicces. Úgyhogy majd csinálunk valamit a Waterrel. A Cure Wounds nyilván. Detect Evil and Good, ami csak így miért ne alapon Protect from Evil and Good, egy ilyen általános Protect vonalnak, illetve a Sanctuary, ami meg szintén Protect-el. Szóval fullba tolom a support technőst. Ami tök jó. Yeah. Nagyon jó. Jól van, hogyha mindenki beválasztotta a mindennyit, és gyakorlatilag készen állunk. Egy kérdésem még van. Igen? Mi van a weight carried alatt? Ott van, hogy encumbered pirossal. Az mit jelent? Azt, hogy sok cucc van nálad. Már most? De ezt csak akkor írja ki. Ó, mindenképpen kiírja. Mindenképpen kiírja, mert valószínűleg van nálad 6000 tonna fegyver. Micsoda besz? Ja, van, amit kidobhatok? Van, amit kidobhatsz. Hogyan dobom ki? Egy fél pillanat. Az az igazság, hogy szerintem nincsen szükségem egyszerre 6 fegyverre. Rányomsz, nem értem, hogy rányom, miért mondod. Rányomsz az itemre, felhozod a banalán a tulajdonságait, és alul a quantity alatt van egy ilyen nagyon pici... A remove. Ja. Okay, mert okay. Hány fontnyi item van nálad? Lehet, hogy 125. De mit raktál össze? Az enyémnél 8. Mondom, hogy van nálam 6 fegyver, bazdmeg. Jó, mert még mindig túl nehéz. És itt úgy képzelem, mint a... Mert heavy armor, és vagy gondolom heavy armorban. Igen, igen. Az önmagában a címe. Kurva sok. Nagyon, nagyon sokat nyom. De hát bazd meg, add hozzá. De várj, mennyi a strength score-od? Mennyi a karaktered strength score? 18. 18. Így a stealth-et dobom egyébként disadvantage-el. Igen, mert heavy armor. De van rá plusz 6-om. Jó, hát... Frissítettem a D&D overlay-t, úgyhogy ti is végig tudjátok nézni. Úgy bírsz el, Viki, úgyhogy ne legyél teher alatt. A fölött még fogsz tudni mozogni, tehát hogy 125-nél még fogsz tudni, csak lassan. Mennyi? Mit mondtál, mi a határ? 120? 90? 90 a max, amit el. Hogy lehet egy napnyi kaja 20? Mert nem egy napnyi kaja van nálad, hanem 10. Ó. Oh. Annyit szeretnék kérni még tőletek, mielőtt elmegyünk szünetre, hogy én behúzom a tokenjét mindenkinek, és mindenki látja a másik nevét a tokenen? Én igen. Én látom mindenkinek a nevét a tokeneken. Oké. Okay. Én is. Én nem látok semmit, nekem szürke az egész.
hogy én látom. Úgyhogy szar a számítógép. Nem, de még nincs fel, meg semmi. Ó, jó, most látom! Oké. Okay. Ogvej. Az Ogvej lesz, vagy Ugvej? Ugvej. Ugvej, oké. Krasz! Krasz, Ugvej, Bobby, meg Pörri. Nice. Van egy Pörri? Kit hívunk Pörrinek? Hát, vajon? Tabaxi. Ó, hogy nem a... Aha. Értem. Kérdés gyorsan, mert ezt tudnom kell az elején. Tudom, hogy elmondtátok már, csak elfelejtettem. Ki melyik frakcióhoz tartozik? Flaming Fist. Fist. Oké, Order of the Gauntlet. Én meg Hellrider. Hellrider. És a technikünk. Mert nekem nem adta hozzá valamiért a starting equipmentet. Nem nyomtad meg a végén, hogy... Hát megnyomtam, hogy ad starting equipment. Hát akkor nézd meg az equipment tabját a karakterlapod. Nincs ott semmi. Hát az az érdekes, hogy a goldot azt megkaptam ebből. Azt mindegy, de mindjárt leellenőrzöm. Visszamehetek a szerkesztésbe, hogy mégse a geci chain miatt válasz. Az inventorimban nincsen semmi más. Jelenleg nincs az equipmented, semmi más. Most azt mondom, hogy ne adja hozzá a gold pieces-t. Hát ez fura, hogy ráadásul 9 volt. Equipment chosen, és elfrissítek. És... Jó, most nálam van minden. Jaj. A... Ja, Viki csak azért választotta a chain mailt, mert azt hitte, hogy lekötözött férfiakkal jár. Nem, short swordból kettő kell, hogy nálad legyen, úgyhogy az jó. Jó, de most már longbowból is kettő van, úgyhogy... Ja, egyiket vedd ki. Ami ilyen duplikét, azt vedd ki. Ja, meg az erókat elfelezem, mert abból csak 20 kéne, hogy legyen. De. Egyetlen, hol írja ezt a súly dolgon? Az equipmentnek írja a weight carried nél van, és ott ki fogja írni, hogy encumbered. Ja. De le is vonja egyébként, hogy attól még, hogy ott van egy encumbered, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem tudtok mozogni, update-eli a walking speedeteket. Kaci jelenleg encumbered, és neki 20 feet-re le van véve a feet-es, ugye? Úgyhogy... Ez a helyzet, hogy ez, amit most itt tanulunk éppen, ez határozta meg az elmúlt napjaimat az Escape from Tarkovban. 76 font! Nice. Dobhatok itt dolgokat, amikre nem gondolom, hogy szükség lesz? Nyugodtan. Rajt, tehát, hogy innentől az equipmentetek ti dolgotok, azt dob ki, vagy azt dob, vagy hát ne adjatok hozzá semmit, de azt dobtok ki, amit akarunk. Én most azt adunk hozzá, amit akarunk? Nem. Egy full lemezvértet ráraknék a páncélomra. Nincs, de hát, ha tudod. Viktor, az első ember, akit megölünk, arról leveszem, és így ráterítem, ahogy te ott... Szóval, mielőtt még elkezdünk bármit, annyit elmondanék, hogy hogy hívják a karakterünket? Ugvej, ő bent ül már a kocsmában, ahol a többiek megérkeznek. A két Flaming Fist tagunk egy... Ti az elmúlt egy hetet utazással töltöttétek ide el Turelbe, ti Baldur's Gate-ből jöttetek, és egy nagyon karizmatikus, magas, sötétbőrű paszlovaggal érkeztetek. Ő Ulder Ravengard, ő a Flaming Fist vezetője, ő a Grand Duke-ja jelenleg Baldur's Gate-nek, ő a legfőbb hangja a városnak, a vezetője, és egy diplomáciai küldetésre jöttetek. Majd Whisperben megírok még egy-két dolgot, Ravengard elmondott nektek során, azt csak ti tudjátok, azt majd leírom meg. A Hellriderünk, te egy szintén sötétbőrű figurával érkeztél, ő egy pap,
egy nagyon vékony alak, aki a Hellrider jelenleg képviselője, vele érkeztél ebbe a kocsmába valamilyen megoldásra. Hunter, egy nagyon gyors technikai kérdés, hogy tudom átírni a korom, ha nem értek egyet azzal, amit írtam? Jobb felül ott van a kis kalapács az üllőn, arra rákattintasz, és akkor utána visszamész a description-be. Ezeket könnyebben is lehet editálni, bemész a description részre a karakterlapon, és ráklikkolsz az age-re, és kihozza az egész vonát oldalát. Description-re... Oké, pillanat. Aj, amúgy... Strength kellett volna ez a melóhoz, bazdmeg. De ne sírjál a statjaid miatt, bazd meg! Miért? A strength-em csak 14. Majd vesztek egy szekeret! A legmagasabb statom 14 a kurva életbe! De neked legalább van statod? Vesztek egy szekeret, vagy vesztek lovakat, megoldjátok. Melyik részét? Inkább na, igen, én bent ülök, és van söröm? Ez egy fontos kérdés. Lehet söröt, hogyha szeretnél. Amellett, hogy bent ülsz, egy nagy darab testes lovaggal jöttél, ontál Frummal. Ti itt laktok ebben a kocsmában már egy ideje, pár hete itt laktok. Mert valamiért Ontár kivette ezt a kocsmát, és nem akar innen elmenni, és senkit nem engednek be a Order of the Gauntlet lovagokon és a diplomáciai alakokon kívül. Semmilyen vendéget nem fogadnak jelenleg. Király! Van pénzünk, nekem egy aranyam van. Én beállítottam, hogy szegény vagyok, ennek ellenére van 15, de oké. Okay. Ja, az mindegy a lifestyle choice. Ja, oké. Okay. Hogyha nekem nincs pénzem. Ha mindenki... Honnan kaptam a 15-öt? Miért? Order of the Gauntlet tagként kaptál 15-öt, ők meg azért nem kaptak Flaming Fist zsoldosok. Sem. Örökölted a teknőseittől. Na, készen van a karakterlapjával, akkor elmegyünk egy 10 percre, én többiek hoz kaját, iszit, felállnak a székből, mit tudom én. És amikor visszajövünk, akkor elkezdjük a kampányunk. Oh yeah! Akkor 10 perc? Hát annyi nem lesz. Vagy igen. Figyelj, ti gondoljátok úgy chat, hogy nem lesz 10 perc, miközben valószínűleg annyi lesz. De hamarosan visszatérünk, addig viselkedjetek jól.
kell. Visszatértünk, nagyon szépen köszönjük a türelmeteket, elintéztük, amit el kellett intézni, úgyhogy most már készen állunk a folytatásra, megcsináltuk a karaktereket, és ez most egy ilyen bevezető kaland lesz, hogy egy kicsit jobban, kicsit beleszokjunk az igazi játék előtt a karaktereink bundájába. Meg cipőjébe, kinek milyen van, vagy páncéljába. Igen. Úgyhogy át is adnám a szót. Egészségedre. Át is adnám a szót Hunternek, aki. A négyötökből hármótok a Pair of Black Antlers kocsma lépcsőjén várja, hogy beléphessen. A kis csapat, aki összegyűlt az ajtó előtt, az áll de Ravengardból, kettőtökből, akik a Flaming Fist-tel érkeztetek, illetve a Rangerünkkel, illetve a Hellrider küldöttségével. Megmutatom nektek, hogy kik azok a NPC-kkel érkeztetek. Ő, akit most láttok, ő Ulder Ravengard, ő a Flaming Fist jelenlegi vezetője, és Baldur's Gate Grand Duke-ja. Hail Ulder! Ő, akit most fogok mutatni, ő Rhea Mantlemore, ő egy Hellrider, a Hellrider küldöttség egyik tagja. Ő pedig Gideon Lightward, ő a pap, aki a Hellriderek küldöttségének a vezetője. Ti ott álltok az ajtóban, benyittok a kocsmába, és láttok rengeteg lovagot. Ifjabb lovagokat láttok nagyrészt, vékony páncélzatban, egy asztal mögött ülve, és láttok egy hatalmas, nagy pocakos lovagot, aki nagyon nagy hanggal magyaráz egy tortülnek a kocsmában, hogy dehogy úgy agyon vertem azt az óriást, hogy elség. És megfordul, ahogy beléptek. Ulder Ravengard! Téged is ide elvett, és így néz rá a többi lovagra, hogy most léped be, Grand Duke Raven, utána felállnék, azt meghajolnék, jó shit, felállni. Az egyiket úgy hókonnyom, hogy lefejeli az asztalt, az nem áll fel. A többiek felállnak, meghajolnak, így oda megy keblére, öleli Uldert, és elvonulnak beszélgetni hatalmas hanggal, azt halljátok, hogy végtelenül elkezd a lovag magyarázni arról, hogy idefelé a szekerének neki rombolt egy óriás, akit aztán képen vágott lendületből, és utána együtt borosztak éjjel. De így, eltelik egy 20 perc, amíg csak így álltok a kocsmába, és csak magyarázás van. Valaki szeretne csinálni valamit, amíg a dumálás zajlik. A kocsmában egyébként semmi más nincs ezeken a vezetőkön kívül, pár lovagtanoncon kívül, és a kocsmároson kívül, aki valószínűleg tizedszer hallgatja végig a lovag meséjét. Fizetnek. Pöri. Mi? Rendelnél nekem egy sört? Nincs pénzem nekem se. De én szeretnék ott a fal mellett a bárpulthoz, ahol sehol senki nincsen, oda a falhoz oda leülni, és csak csendbe figyelni. Okay. És felháborodottan nézni. Oké. Okay. Senki nem be, nekem tovább a sört, mert nekem actually van pénzem rá. Én megyek Pörivel, és így beállok mögé, és tekingetek körbe, mert nekem ez túl sok ember. Nem vagyok csóró pleb. Ravengard egyébként megfordul, és oda néz felétek, hogy ígyatok egyetek, majd fizetem. Köszi, Réven! Miközben megy az üvöltözés, és a lovag magyaráz teli hassal, a Hellrider pap is oda megy, így odalép, hogy bemutatkozik, hogy Gideon Lightward barát, és pff, így hátba vágja Lightwardot, annak majd kiesik mindkét tüdeje, és így az is elkezdenek végtelenül dumálni. Ha mást nem szeretnétek csinálni, csak ülni és figyelni a tömeget. Én rendelnék egy pedig. Okay. Pöri. Látsz magad előtt. Hozzám vagy nőve? Rendelnél egy sört? Egy két sört.
Okay. Látok magatok előtt egy idősebb, vékony, magas, fekete hajú kocsmárast. Jó, lecsapolja, leteszi. Köszönöm! Szívesen. Törölget tovább a kupákat. Hogyha csak figyeltek és néztek, eltelik 20 perc, majd a lovag oda megy a kocsmároshoz, hogy figyelj, Cliff, az a helyzet, hogy én csak meghívnám az én kedves új barátaimat egy menet pókerre. És így végignéz rajtatok, hogy négyötökön, hogy őt, meg őt bevinném a pókerterembe, Ravengard és Gideon barátommal, meg ez a kislány is jön, szeretném elkérni a pókerterem kulcsát, hogyha lennél olyan szíves. Cliff, így oda menj. Nesze. Elveszi a kulcsot. Na gyertek, pókerezzünk egyet. Póker! Ez a beszéd. Szeretem ezt a lelkesedést. Nem ritkán látok erre furbolgot. Én nem pókerezek, de Three Dragon Entet játszhatunk. Jó lesz. Én szeretem. Szeretem a pókert. Three Dragon Entezünk. Én belekerültem az előző felsorolásba? Igen, igen, téged is. Oh, shit. De én nem tudok olyat. Pókerezni tudok. Kicsit. De hát pókerezni akar, akkor... Odafigyel rád bárki. Megbeszéltük, akkor... Pókerezhetünk. Three Dragon Ant elkezdek osztani. Kinyitja a lovag az ajtót, így bevezet benneteket. Ahogy beléptek, így felgyulladnak a fájkák a teremben. Így becsukja maga mögött az ajtót a lovag, szól valakinek, nem tudjátok, hogy kinek, mehetsz, és így a galériára egy halfling full fekete köpenyben így kislisszol, kimegy az ajtón. Ahogy becsukódik az ajtó, minden zaj azonnal így... Szerintem ebből nem lesz póker. Nézd rátok a lovag, hogy na... Akkor elég voltál a hülyeségből. Fontos feladatért gyűltünk itt össze, barát. Nem lesz póker? Te sokat fogsz még tanulni köztünk, az az érzésem. Remélem. Örülök, Pöri. Hogy így össze tudtunk jönni a... Pöri, akkor nem lesz póker? Meg kellene. Maradj csöndbe és ülj le oda. Meg kellene tárgyalnunk a Cult of the Dragon jelentette fenyegetést. Olyan kellemetlen híreket kaptunk, miszerint a kult leégette Greenest falvát, most pedig az Elturgárdi erdőben dolgoznak valami rituálén. Tudom, hogy itt három csapat van, három különböző céllal és elképzeléssel arról, hogy mi fog itt történni. De ez egy remek alkalom lenne arra, hogy egy picit félretegyük az ellentéteinket, és együtt dolgozzunk egy rövid munka kedvéért. Én szeretnélek megkérni benneteket, hogy álljatok össze, és látogassátok meg az Elturgárdi erdőt. Felétek néz, négyötök felé. Erdő? Réje felé. Aj, de rég éreztem már a fák illatát. És ez nekünk miért jó? Pöri, erdő! Hát mert erdő! Így Ulder odalép hozzátok, hogy azért, mert segítene a megbeszélésen, úgyhogy mentek. Természetesen. Én mondtam. Nagyon jó lesz. Így Gideon megszólal, hogy nos, barátaim, akkor én Réját gondolnám, hogy vezessen el benneteket, ő nagyon jól ismeri a környéket, és gyűjjetek ide körém egy pillanatra. Így felétek tartja karjait, és mindenkit körbevesz egy pillanatra a sárgás, fényes aura. Következő 24 órában írjátok fel, hogy a következő 24 órában minden saving throw-t előnnyel fogtok dobni. Amikor ilyet mond a GM, akkor tudod, hogy baj van. Gideon áldásának köszönhetően. Réja majd biztosítja a lovakat. Legyetek szívesek, mielőbb induljatok el. Mi pedig Ravengard, lenne megbeszélni valónk. És itt néznek felétek, hogy... Én elindulok kifelé. Én is. Én oda megyek a Turtle emberhez, hogy... Szia, Bobby! Hello, Bobby! És oda megyek a furcsa ahhoz is, hogy...
Szia, Bobby! Én mellétek lépek, és azt mondom, hogy elnézést kérek. Nem hozzám tartozik, de nem akarom bántani sem. Mi sem? Oké, azért adhattok neki egy pofont, hogyha túl idegesítő. Hova megyünk? Ez... erre nincsen semmi szükség. Réja odalép, hogy még lehet, hogy szabadon foglak. Elindul veletek felé, és öt ló vár benneteket az ajtó előtt. Felnéztek végre, látjátok, hogy a nap magasan van, és mindkét nap magasan van. Ugye azt mindenki tudja Elturelről, hogy az egyik legnagyobb nevezetessége az, hogy van egy második napja, amit Companionnak hívnak. Egy nagy sárga gömb Elturel felett, ami szent fényt biztosít Elturgárd egész országának. Elturgárdban nem volt éjszaka több száz éve, és minden démon és ördög az elég, aki a Companion fényébe közvetlenül belenéz. Ó, ez egy jó fény. Ez süt rátok, hogy felpattantok a lovakra, és elindultok kifelé Elturelből. Bocsánat, tüzes barátom, nem hallottam a te nevedet. Kraz. Ha. Szép. Szép név. Te pedig Bobby, ugye? Bobby, igen. Remek. De nálunk a pajtások, benne a Flaming Fistben, Furballnak hívnak. Nem tetszik. Úgyhogy Bobby. Akkor nem esélyed el másoknak. Miért? Semmi. Maradjunk a Bobbynál. Bobby. Jó. Arra hallgatok. Kérdezzétek, hogy került a Flaming Fistbe. Ezt kérdezgetem én is. Gondolom adócsökkentés. De nem tudom a választ. Van valami diversity kvótájuk. Az... Amúgy azt mondtad, hogy odalépek a furcsához. Itt én vagyok az egyetlen, aki tisztességesen néz ki. Kati karakter az egyetlen, amelyik humanoidnak néz ki egyébként. Van egy tekint. Humanoidnak néz ki mindenki. De hát tüzel. Ahogy haladtok... Azért vagy te a furcsa, mert te nézel ki egyedül normálisan. Haladtok kifelé a városból, láttok egy megbornult bőrű, nagyon vékony, nagyon összeesett öreg embert, aki ül a házak mellett, így nézettek. Pár koppert, barátaim. Persze! Hát én azért csak adok egy aranyat. Így, elveszi az aranyat. Nézi, hogy ez valódi arany. Nagyon én remélem, nekem is úgy adták. Valószínűleg évek óta nem látott aranyat. Köszönöm, és elindult befelé a legközelebbi fogadó felé. Well, alkoholmérgezés incoming, mehetünk tovább. Írjál fel magadnak egy inspiration. Micsoda? Inspiration. Én nem tudtam neki sok aranyat adni. És micsoda egyáltalán? De adtam neki egy keveset, egy 10 silver tudtam adni neki. Bobby, neked honnan van pénzed? Egy aranyam van. Te vonj le 10 silver. Azt oda is adtad. Bobby, honnan van pénzed? Egy inspiration. Egy aranyam volt még, maradt. Honnan? Hát a Zsoltból. Te kaptál Zsoltot? Aha. Még a múltkoriból. Miért? A maradékot ad ide, vigyázzok rá, jó? Jobb helyen lesz nálam. Odaadtam. Mennyit ad ide? Tízezüstöt adott oda a csövesnek, úgyhogy nincs semmi. Nem is kiraboltad az idiótánkat? Ja, hogy tízezüstje volt? Összesen? Tízezüstet egy arany. Bazd meg. Te is írjál fel magadnak egy inspirációt. Ahogy indultok kifelé, elhagyjátok a várost, és ahogy közvetlenül kimentek a városból, egy kis dombban tőletek jobbra, amin van egy hatalmas fűzfa, ami jelenleg egy kisebb tömegre hajlik rá.
és felétek elkezd rohanni egy fehér ruhákban lévő elfnő, ki nézzetek, hogy jaj, szervusztok ti, kellene egy kis segítség. Itt nem tudom, mióta vagytok a városban, de hogy Elturelben az a szokás, hogy meghívunk idegeneket az esküvőkre, akik tanúi lehetnek egy menyegzőnek és Lathanderennek. Egy furcsa szokás. Jó szívét veszik. Gyertek velünk, és nézzétek végig a ceremóniát, hogyha lehet. Jaja, hogy mi vagyunk az idegenek! Igen, szeretnék. Oké, okay, persze. Srácok, én olvastam sokat erről a környékről, és tudok róla, meg láttam embereket. Én nem hallottam erről a szokásról. Herréderünk egyébként tudja, hogy ez tényleg így van, mert hogy ő Elturelben. Bobby, okay. Azért mert te nem tudsz róla, az nem jelent semmit. Ez mondjuk igaz. Vagy mondhatnánk azt is, hogy az eddigi... Tételezzük fel, hogy most majd látod, hogy van ilyen. Jó. Felmentek. Nézd meg, milyen szép az a Bobby. Tényleg kis dombra. Szívecske. Láttak egy öreg halfling papot, aki kezdi a szertartást, egymás kezére rakja pár kezeit. Az ember férfi elkezdi mondani, hogy a napkelte ura Lathander előtt fogadom, hogy mindaddig hűtársad leszek, amíg az ő végtelen fényárjában újra egyekké nem válunk. Ezt a felesége is elismétli. A halfling pap megáldja kettejüket, átadják a gyűrűket, a páros megcsokkolja egymást, majd miután az első hitvesi csók megtörtént, hogy odafordul hozzátok a páros, és mindannyiótoknak ad egy-egy szár rózsát ajándékba, amiért részt vettetek a ceremónián. Köszi! Eltehettem a rózsát? Felírhatjátok, vonnátok egy szár rózsát, szeretnék. Van egy rózsánk, oké! Nézd csak! Pöri! Én oda tartom a rózsát, és elmormolok valamit a bajszom alatt, és kivirágzik, teljesen kinyílik. Ah, Bobby! Nem rossz, mi? Neked adom az enyémet is. Nálam csak útban lesz. Összetöröm. Ah, köszönöm! Vigyázok rá! Jaj. Ahogy megkapjátok a rózsákat, így bélyen érzeltek, hogy nem rohanunk, de azért mennénk. Ugye a hitvesi pár elenged benneteket, és Réje lekísér benneteket a dombról. Elindultok tovább az erdő felé, eltelik egy 20 perc csendes utazással. Még nem hallotok hatalmas sikítást, és azt halljátok, hogy farkas kabátot csinálok belőletek! Miért kéne egy farkasra kabát? Nem a farkasra kell a kabát, hanem a farkasból lesz a kabát. Miért kell páncél a teknősre? Ez... A klónok vannak itt. Menjünk segíteni szerintem, mert itt valaki bajban van. Gondolod? Hát... Ez jó, gyere nézzük meg! Ez egy sikítás volt. Kiabálás. Egy... Pár perc ügetés után megjelentek egy kisebb tisztáson, ahol egy darab fa van, aminek a lombjai között láttok egy 13-14 éves forma, vörös göndörhajú kislányt, piszkos arccal, gúnyákkal, és lány. Egy szivárvány színű sállal a nyakában, a lóg a fáral, és nagyon kiabál három fekete farkassal, és egy fehér farkassal, akik így próbálnak felkapkodni a fára. Jaj, gyerek! Na, van esetleg valakinek olyan megoldása, hogy ezek ne halljanak meg? Nem. Nem. Állatokat nem ölünk. Állatokat. Bobby, beszélj a pajtásaiddal. Ne aggódjatok. Szépen közelebb lépek. Közelebb okay. Lépek hozzájuk. Hát, ha megeszik. Gyorsabb pontot teszünk a végén, leüssem. Elkasztolom a Speak with Animals. Okay. Elkasztolod a Speak with Animals.
most jelenleg tudsz beszélni az állatokkal, így nagyjából ilyen alapvető információkat tudok beszélni. Mit tett ez a kislány, hogy itt farkasul, vagytok? Vagy a farkasok beszélnek emberül? Megértik egymást. Ő beszél farkasul. It's magic. Annyit értesz abból, amit visszogatnak a farkasok, hogy kaja élelem. Kaja élelem. Egy kicsivel közelebb lépek hozzájuk, szép lassan. Kaja és élelem. Handling check-et. Hogy farkasokhoz. Mert elég vérmesen támadják jelenleg a kislányt. Jaj. Az. Mennyi vadat kell még Bobiról leszednünk? 15. Ma? Amennyi okay. van. Így lemásznak a fatörzsről, és felé fordulnak. Nagyon néznek téged, de egyelőre nem támadnak. Tőlem nem kell félni. Én leveszem a hátamról a longbót. Ne. Én nem ölünk állatokat, csak éhesen. Nem egy nagyon jó pillanat, de hogy működik ez az egész varázslás rendszer? Hogy érted? Azt mondod, hogy varázslok. Hát, hogy működnek ezek a slotok, meg ilyenek. Hát bekészítesz nekem sokat. Egy szintű spell slotba kerül. A cantrippek ingyen vannak. Oké, okay, tehát ha most el akarok kasztolni például egy pillanat is eszembe jut, melyiket akarom. Az egyik cantrippet szeretném, igen, a guidance-t, hogyha igen. Bobby-nak dobnia kell valamit, akkor az jobb legyen. Akkor igen. Az valamit elvesz, és akkor majd kevesebb mágiát tudok. A guidance nem, az egy cantrip. Jó, akkor egy szeretnék egy guidance-t ráapply-olni Bobby-ra. Oké, okay, így. Timbora. Menni fog, fiú. Leveszem a hátamról a hátizsákomat, kibontom, és kiveszek belőle nekem most kell csinálnom valamit, négy ration-t, és lerakom így a magam elé. Hogy megeted neki, őket, hogyha, hát ehhez nem kellett a varázslat. Ha éhesek vagytok, egyetek, de ne bántsátok a szegény lányt, egy fiatal lány. Dobj egy animal handling check-et előnnyel. Meg egyébként a guidance-el még hozzá tudsz adni 23. egy D4-et. Okay. Hozzá tudsz adni egy D4-et, ha akarsz. Ehhez nem szeretnék. Jó. A 4-ből 3 így előre ugrik, és azonnal rátámadnak a résenek. A negyedik, a fehér, így leült teljesen, és teljesen el van nyugodva, és nézel. Közelebb lépek hozzá, és egy Beast Bondot elkasztolnék. A Beast Bond az... arra dobni kell valamit? A Beast Bond az úgy működik, hogy concentration, 10 minutes, és egy telepathic link. Is friendly to me and charmed. Oké. Okay. Most légy kaci ranger vagy! Felállítasz fel egy telepatikus kapcsolatot. Van valami, amit kérdezni szeretnél tőle? Csak megfogom azt a kaját, amit neki szántam, és oda viszem hozzá, és lerakom elé, és mondom neki, hogy... Oda viszed? Egyél barátom. Megeszegeti, és azt az érzetet kelti benned, a telepatikus kapcsolat, amit felállítottam le. Nagyon-nagyon hálás neked. Valószínűleg nagyon régóta nem evett rendesen. Ő, ez a fehér farkas egyébként méretében is sokkal kisebbnek tűnik, mint a három fekete, és egy kicsit alultápláltnak is tűnik. Van kedved velem tartani, barátom? Dobj egy animal handlinget előnye. Én gondoskodom majd rólad. 13. Dobjál még egyet? De dobjál még egyet. Ja. 20-ról! Még hozzad a patikáját. És egyébként van egy D4-et. Még 4-et hozzáadhatok? Vagy egy D4-et? Egy D4-et. Az akkor... Oké. Okay. Ja. Így. Köszi.
beleegyezést hallasz a fejedben, és így oda megy melléd is leül. Megsimogatom a fejét, kicsit megvakargatom a mellkasát. Van egy fejfal. Mennyire más tempóban indult ez a kaland, mint az előző? Bobby! Van egy kölyök fejfal. Képezd ki, légy szíves a farkasodat, mert hogyha megpróbál hozzám nyúlni, esküszöm, letépem a fejét. Pöri, kicsi türelem kell hozzá, mindenhez egy kicsi türelem kell, de nem fog bántani. Ez rajtad múlik. Valaki lesegíteni a leányzót a fáról, aki mondjuk magasabb, mint 20 centi. Én oda megyek. Jó. Oké, oda mész. Felnyúlsz érte, egy... Nem kell, lemászok. Megoldom. Én meg tudom oldani. Oké. Okay. Ó, ez a sárkány faszi az... Viki a fán és Viki a fa alatt is. Elindul lefelé, és így megcsuklik a lába, hogy megpróbál lemenni, és elindul lefelé a 10 feet-os fára. Elkaphatom. Dobj egy dexterity checket. D20-at dobok, ugye? Mhm. Uh-huh. Ez meghalt. ez ennyi. Jó étvágyat, farkasok. 5! Homlokkal fogta azt a gyökeret. Nem tudom, hogy melyik volt az én dobásom, mert szétfagyok. A négyes. Ja, négy. Plusz négyen van csak. Az meg így is kevés, így leérkezik, így azt hiszed elkapod, így fú, így átcsúszik a kezeid között, és seggel a földre ér, látod, hogy azért nem sír, jelenleg négyen, öten veszik körbe. Megsimogatom a fejét, és azt mondom, hogy nem szégyen segítséget kérni. Itt feláll. Azt tudom, hogy nem szégyen segítséget kérni, úgyhogy nincs egy kis aprótok, ha már itt vagyunk. A pénz nem segítség. De annyira fáj a hátsóm, kéne egy pap. Na takarodjál haza anyádhoz. Papunk van, mit tudok csinálni a hátsóddal? Adjál egy aranyat! Ja, go ahead, menjél haza ügyesen, na! Majd rendbe jössz! Hát nézd, le kell kezelni a seggét, és egy papot keres kislány létére. Csá! Ne haragudjál, kislány, de hogyha azzal kezdted volna, hogy köszönöm, adtunk volna neked bármit. Kivétel pénzt, mert az előző is a kocsmába ment. Üttyent egyet, megjön egy szürke szamár. Na gyere, Lonki! Menjünk innen! Akkor is te tudós leszek egyszer, és majd megbánjátok, amikor visszajöttek el Turelbe? Sok sikert! Elindul vissza a városba. A farkasok megkajálták a rationöket, és szétszélettek a réten, leszámítva a fehéret, aki hozzászegődött, ami kedves főrbolgunkhoz. Rég nem voltam ilyen boldog, srácok, köszönöm! Boldogok a lelki szegények. Réja fogja a fejét, hogy... Nem. Értem. Mehetnénk már. Mehetünk, persze, jövünk is. Felpattan a lóra, és elindult befelé az erdőbe. Ahogy közelítitek meg egyre inkább az erdőt, azt veszitek észre, hogy az erős napsütés, ami el Turelből jön, az egyre kezd alább hagyni, és itt az erdő közelében már erőteljes félhomály van. Oh. Réja leszáll a lováról, és most meg kellene találnunk a nyomait azoknak, akiket keresünk. Én nem vagyok a legjobb nyomkeresésben. Én felkapcsolom a staffomat, hogy most már világítson a továbbiakban. Elhasználsz egy lightot, így bevilágítja a környezetet. Ott van egy hit DC, egy Dex 13-ra, az egy dexterity checket jelent? Nem, az egy Dex save-et jelent. Oké, akkor nem tudom, világít mostantól a bot, I guess. Világít a bot. Valaki profi nyomolvasásban? Én bevallom, hogy nem. Survivalben ki az, aki... Nekem plusz egyen van. Nekem Survivalre plusz ötön van. Nekem plusz három. Ja, nekem is plusz ötön van. Ogi, tessék, Ugi.
a teknősünk és a Genashing dobjon egy-egy survival checket. A Guidance-el megtacsolhatom magam? Vagy ez nem így? Igen. Jó, akkor... szóval érted. Hát ha áll a szükséges. 8 meg 5, 13. 13, oké. Ugi? 13 meg 5, az 18. Meg 4, az 22. Szóval... is vagyunk. Kráz, te azt látod, hogy 5 különböző humanoid lábnyom vezet az erdő mélyebb részére. Nem lehetnek régebbiek ezek a lábnyomok néhány óránál. Találsz egy kis patakot is a környéken, ami beljebb vezet ebbe a forengetekbe. Így nagyjából ki tudod silavizálni, hogyha a folyót követitek, és nem a lábnyomokat, akkor valószínűleg nagyjából ugyanoda vezet, és a folyó mentén valószínűleg a folyó robajlása el tudja fedni egy kicsit az érkező hang. Te mindemellett, Ugi, még azt is észreveszed, hogy a kis patak mentén van 3 különböző humanoid lábnyom, amiket az elmúlt 2 órában hagyhattak itt azok, akik elejártak. A választásotok jelenleg az, hogy az 5 pár lábnyomot követitek befelé az erdőbe, vagy a patakot követitek az erdőbe. Én nyilván elmondok mindent, amit találtam a többieknek, hogy érdemleges döntést tudjunk hozni. És akkor miért követünk mi most egyébként akármit? Hogy a Cult of the Dragon tagokat megtaláljuk az erdőben. És hányan voltak? Azt nem tudjuk. Oh. Én javasolnám, hogy a patakot kövessük. Egyetértek. Ha a patakot követjük, nem veszünk el. Ez egy annyira szép erdő, el tudnék benne veszni. De... Oké. Okay. Oké, okay, akkor ezek szerint a patakot követjük, bár nem tudom pontosan mi a logika szerint, de oké. Okay. Patakot követitek? Aki szeretné egy kicsit többet tudni az erdőről, az dobhat egy history vagy egy nature checket, rátok bízom. Na, Bobby. Egy pillanat és megnézem, mit tudok tenni a dologban. Nulla. De szerintem Bobby jó lesz szerintem a nature-ben. Nekem mind a kettő +1, úgyhogy valószínűleg Bobbyt bedobjuk akcióban. A nature. Gyerünk, Tigris, kapd el őket. Az a helyzet, hogy nekem a nature-öm -1. Az egy intelligence-based dolog. Sars druid, macs, wow! Baszd meg! Na, dobtam. És a history-d mennyi, az is intelligence-based lesz, ugye? Igen. És mit dobtál? Akkor dobnám 12. Én. 12-t dobtam. 12-t dobtál, és te mit dobtál, nature-t vagy history-t? History-t. Kaci, miért privately dobott? Mert valamiért nem, úgy van. Valamiért, mert Kaci megtanulta, hogy kell, és egy ideje ezt csinálja. Ott van, hogy private-ról azt le tudod görgetni, és ott be tudod rakni, hogy... És akkor public, igen. Azt látod ezen az erdőn, meg az útvonalakon, hogy ez valószínűleg valamilyen... rituális helyhez lehet használva egykor, de hogy pontosan hogyan vagy miként, ezt így nem tudod megállapítani. Dobhatok én is egy history checket? Nature-t is dobhatsz, amit, ahogy gondolom. Mind a 2+1, szóval tök mindegy melyiket dobom. Nem mindegy melyiket, mert más infót tudnál meg belőle. Én most akkor egy history checkkel indítanék, az akkor semmi. Mindegy. Úgy emlékszem, jártam iskolába. Ez egy erdő, most erről pontosan nem... Az meg a nature check. Jó. Szóval akkor van egy 2-es nature check-em is, még mindig erdőnek tűnik. Visszatértünk, hölgyeim és uraim. Na most, mindezek után szeretnék megkérni egy valakit, hogy dobjon nekem egy percentile
Egy D100-at dobjon egy valaki. Az micsoda lesz? Presentálja. Nem akarod megkérdezni, úgyis ránk kuglik majd. Dobhatom én. Nem mondtam, hogy dobhatod te. Valaki dobjon egy D100-at, kedvemért. Oké. Okay. Ahogy... Mindegy is. Ahogy haladtok át, és követitek el... Ja, először is szeretnék megkérni mindenkit, hogy dobjon egy stealth-cseket előnnyel, mert hogy a patak partján. Meg mert világít a botom. Jó, főleg. Főleg azért. Szóval, ha... I ain't no stealth yet all! Oké, 18. Nagy rész, elég jó. Nekem 7. Ahogy... Ja, mert előnnyel dobjuk. Hati, elég. Nekem 26. Előnnyel, várjál, előnnyel dobjuk? Elég. Akkor dobok még egyet. Kapott már. Azt plusz most, 6-od okay. Van stealth. Nem vagyunk. Mindig 7. Na jó, szóval. Az átlagot a egész jó, nem annyira probléma. Ahogy sétáltok át az erdőn a patak partján, a kula botjából érkező fény így végigmegy egy békésen legeléző Avalberen, aki ott eszeget a tűben, és láthatólag nem vett észre benneteket, haladtok el a patak parton. Egy nagy medve termetű lényről van szó, akinek bagolypofája van. Aha, ja, és hát ez nagyon izgalmasan néz ki. Ne, menjünk tovább. Jaj, ők nagyon ritkák! Bobby, nyugi, Bobby. Megsimogathatom? Nem. Hagyj nyugodtan enni. De rá tudnám küldeni. Gyere, Bobby, menjünk. Jó. Gyere, menjünk. Jó, megyünk. Jó, we have all been at home. Ahogy haladtok befelé, akkor behúzok mindenkit a következő motivba. Ahogy mentek befelé... Dobjatok initiatívát! Minden nyótok hall hangos sikoltozást és kiabálást, de... És ez egyértelművé válik Uglának. Nem... szenved, vagy nem fájdalomtól sikoltozik, hanem mintha ilyen transzban lenne, és az Istenéhez üvöltözik a női hang, és behúzlak bele. Az a helyzet, hogy minden jó érzésem azt mondja, hogy nem kéne ebbe az irányba tovább haladni. És mindenki leszarja ezt, oké. Okay. Nekem bármi jó. Ha nem muszáj, én nem megyek oda hozzá. Mindenki úgy gyakorolja a vallását, ahogy szeretné. Mindjárt. Főleg késő este az erdőben, olyankor különösen úgy gyakorolja a vallását, ahogy szeretné. És annyit mindenkinek. Ja, nem kell nagyon a Team Vision-nel kodnom, mert hogy mindenki lát mindenfelé, köszönhetően Ugla. Látjának. Bizony, a botom világít még mindig. Igen. Úgyhogy... Tudjuk. Pillanat. Most fura dolgokat látok, mert a falak nem úgy vannak behúzva itt, ahogy kellene, de mindjárt látjátok a lényeget. Láttok magatok előtt, hogy sétáltok fel a patakparton egy kis nyílást, ahol, ami egy nagyobb tisztásra nyílik a bokrok között. Szeretnétek-e tovább menni? Berre. Abból az irányból halljuk a kántálást, ugye? Igen. Arra szeretnétek tovább menni, amerre a lyukak vannak, és bevezetnek erre a tisztásra, amerre a patak vezet? Vagy szeretnétek megkerülni ezt a részét az erdőnek? Hogy szeretnéd. Közben ide húzom Rényát is. Hát tudok vágni egyenesen. Átmentek? Egyenesen? Hogy? Mi számít az egyenesnek?
előre magatok felé, van a bokrok között, át tudtok menni egy tisztás, ahonnan halljátok ezt a sikoltozást. És elmehettek esetleg... Ó, hogy arra van a nő! Igen, elmehettek balra jó. Vagy jobbra, megkerülni a helyet. Látok, bízom, hogy... Kerüljük hát, meg balra! Illeni abszolút az illene, ha megkerülnénk, úgyhogy kerüljük meg balra. Bal felé kerül. Ha nem fájdalom miatt sikoltozik, akkor jók vagyunk. Azt meg tudod mondani, hogy nem fájdalmában sikolt. Nagyon jó. Akkor bal felé, oké. Ha nem azt üvölti, hogy orvos! akkor én jó leszek, köszönöm. Behúzlak benneteket. Miért nem? Ja, mert elbasztam. Bocsánat. Elbasztam ennek. Azt megkérdezhetem majd, hogy én nem intelligence-ből fogok kasztolni, ugye? Semmit. Nem, wisdomból kasztolni. Akkor jó. Hú, ez egy nagyon jókor feltett kérdés. Igen. Szóval, ahogy mentek előre, és viszonylag sneakyben vagytok még mindig, láttok magatok előtt egy alakot, egy fekete köppenyben, fekete vállasban álló alakot magatok előtt, így láthatólag nem vette észre, hogy itt vagytok, hát talál nektek, tesztem. Hát én oda megyek és megkérdezem, hogy minden rendben van-e. A kezembe veszem, segítsünk-e neki kijutni az erdőből. Oké, így közelebb lépsz két lépést, és így látod, hogy feje hátuljában van valami csillogó, és teljesen merev az alak. Tehát nincs minden rendben? Hassaljatok le! Így. Elé nézze, és azt látod, hogy egy dárda így bele van állítva a szájába, és azon támaszkodik. És így Réa... És ő már teljesen halott, ugye? Teljesen halott, így Réa oda megy hozzá, hogy egyébként miattuk jöttünk. Miattuk? Hát meg a társai miatt. A küldetés. Ja, hogy ő az egyik, akit keresünk? Miatt jöttünk. Na, hát akkor done is done. Én bajt érzek, és így előhúzza az egyik sorszörgyét. Hogy elindul előre. Nincs semmiféle probléma, nem kell azonnal hadonászni. Van két tisztás, egyik előttetek, a másik jobbra mellettetek. Merre szeretnétek tovább menni? Jobbra. Oké. Hát először is én szeretném így ellökni oldalra, mert ez az álló helyzetben meghalás dolog nagyon creepy. Ellököd oldalra. Úgyhogy feküdjünk inkább. Én mondjuk azért megnézném, hogy van-e nála valami. Oké. Okay. Átnézed a zsebeit, és nem találtál a Waterdeep-ben. De a jobb kezén találsz egy pecsétgyűrűt, amin ezt láttad már, ezt a jelképet történelemkönyvekben, Tiamat jelképe van a pecsétgyűrű. Tiamat a... Az jó, mert az területsebzést ad. Egyébként egy tömör ezüst gyűrűről van szó, nem tűnik olcsónak, azon felül, hogy mit formálsz. Oké, én elteszem. Felpróbálhatom? Okay. És akkor ebben a két irányban 5 perccel a kampány kezdése után. Igen, már hullát rabul. Ahogy elindultak jobbra, szeretném megkérdezni, hogy ki akar elől lenni, ki akar elől lenni. Egy marching order-t alakítsunk ki, mert csak itt be... Én abszolút elől. Jaj, én jó vagyok elől. Én leszek második. Én... Maradjunk itt előtt. Én pöri mellett mindig. Jó, én jövök a végén. Inkább mögöttem gyerek is rá. Jó. Oké. Okay. Ahogy előre légy... Nem? Ugváj. Látsz magad előtt, megmutatom, hogy mit látsz. Látsz egy vörös köpenyben lévő alakot, aki egy hulla előtt áll, egy oltár előtt áll, amin fekszik egy hulla, egy lefejezett hulla. A hullának a koponyájából hiányzik egy darab, és a csávó egy mozsárral törd el valamit. Az alak körül van három szobor, és megmutatom, hogy hogyan is néz ki ez az alak. Uh-huh. Ezt látjátok hátulról.
Szeretnék mindenkit megkérni, hogy dobjál egy stealth checket, mielőtt bármi történt. Ajaj. Az a helyzet, hogy épp tervezek oda menni hozzá, szóval nem vagyok benne biztos, hogy ez a stealth check olyan fontos. Minden esetre dobjatok egyet. A 8. 18. Nem 4. Nem, nem, 15. Viktor, neked mennyi lett a totálod? 15. 8. 8. Pászd meg. Tudod, valaki világít egy bot a kezemben. Megfordul. Így van a kezében a mozsár, amivel így int egyet, és abban a pillanatban így a fák közül így kilép egy csontváz karddal a kezében. Dobunk initiatíven. Egy csontvázra? Oké. Én dobok initiatívát mindenkinek, ahogy ezt mondtam előzőleg, mert a Foundry-ban 2 percet dobok initiatívát mindenkinek. És hozzá is adod a módosítókat? Igen, hozzá is adja alapból. Oké. Oké, akkor initiatívát. Oké. Az első Réa lesz, aki nem csinál semmit, előkészíti a fegyverét, és áll hátul, mert hogy diva sorban vagytok, hogy ott nem fog csinál semmit, nem tud előre menni annyira. Bobby, tiéd a kör. Ó, nagyon jó! A srácok? Mit csináljak? Én egy Frostbite-ot ráküldenék. Nagyszerű! Ügyes vagy, Bobby. Igen. Ez nem tűnik barátságosnak, srácok. Cantrip-re dobok. Nem tudom, hogy neked kell attackot dobni, vagy nekem save-et. Neked kell Constitution save-et. 13. Con save. 13. Con save. Ezt nem dobja meg. Dobja a damage-et. Ez 1D... 1D6. 1, várjál. Ja, így dobom, bocsánat. 6 damage. 1. És hátránnyal dob a következő körében. Igen. 1 damage. Ez ilyen definíció szerint csontváz? Tehát, hogy ahogy elképzelünk egy mozgó csontvázat? Igen. Megjelenik egy jeges állkapocs, ami így rácsapódik a csontvázra. Így látjátok, hogy itt megfagytak a csontjai több helyen, és meglehetősen lassan fog mozogni. Hátránnyal fog támadni a következő körben. Kraz! Én innen rálátok? Nehézkesen, hogy beállsz a Viki karaktere mögé, akkor igen. Hogy lehet lehakítani a zenét? Jaj, van. Most akkor átállok a... Onnan itt kb. Jó. És akkor én a longbow-val szeretném meglőni. Oké, dobjál egyet akkor. És plusz. Pont plusz. Mindegy, hogy mennyi a hitkárbőszim. És valószínűleg ez egy nagyon régi nyilvesszint lett, van egy pillanatban, hogy elereszted a húrt, így keresztül megy a nyilvesszint, és széttelik az egész fa a kezeid között. Úgyhogy egy nyilvesszintnek annyi. Levonok egy erőt. Lehetett volna az így is. Lehetett volna nem volt egy erős próbálkozás. Jön a skeleton, aki így odalép, megemeli a karját nagyon lassan, be van egy kicsit fagyva, és megpróbálja úgy itt megcsapni. Ne aggódj, Ugi, fagyva van! Talán egy picit hagy aggódjak. Fordulj meg! A páncélod megvéd! 15 a kisebbik dobása, az nem elég. Nekem 17 az AC. Igen, az nem elég. Megpróbálj lecsapni, így fordulsz egyet, és ting! Lecsapódik a teknős páncélodról, még egy karcolás se hagyott benne. Te következel. Jó, hát az a helyzet, hogy
Én szeretném, ha ő nem mozogna annyira nagyon sokat, még ennyit sem, most egészen kicsit mozog. Úgyhogy nem ütném meg, meg semmi ilyesmit nem csinálnék, csak áttolnám a botot a csontjai között. És így megpróbálnám így letolni a földbe és lent tartani, hogy ne tudjon elsétálni innen mellőlem. Oké, dobj egy... dobj egy dex checket. Dex check, igenis, egy pillanat. Először is jó, nincs erre semmi pluszom. Fú, ez nagyon közel volt, ez az egyes. 14. 14. Okay. Így pff, beleállítottad a botot. Nem tudod, hogy ennek mi hatása lesz. Jó, majd meglátjuk. Én alapvetően jó vagyok így. Akkor most jön a vörös beöltözött emberünk. Így rátok néz. Korán dobtál nekem? Nem nagyon. Így oda néz rád. Ugvé. Így kitartja kezeit, és két koponyait kisiklik a kezeiből. Azt mondja, hogy... A mágia, ami kitör a kezeiből, így szétcsattan a páncélodon, és nem sikerül megsebezni téged. Ez egy nagyon jó hír, ez nagyon rosszul hangzott, és nem tudtam, hogy a páncélomnak van ilyen hatása, de akkor okék vagyunk. Ahogy tanul az ember. Ahogy lenézte a páncélodra meglepődötten, így azt láttad, hogy a helm holy szimbolod izzik. Pörri. A botom izzik, a holy szimbolom, minden a legnagyobb rendben van. Hajrá, Pörri! Most akkor előttünk ez az egy csontváz van egyelőre? Hát meg most igen, elméletileg össze vagyunk akaszkodva vele, já. Szóval a csontváz, meg ez a nekromonszer, ez a kettő van előttünk. De ők egybe vannak, vagy? Hát, úgy tűnik. Jó, akkor a legközelebbi ellenfél, aminek után nem pontosan értem, hogy ki jól áll. Akkor én elővenném a Morningstar-omat. Okay. És akkor kell előbb egy D20-at dobnom? Igen. Ide lépsz, és dobsz egy atakrollt, ami azt mondja, hogy 13. És ehhez hozzáadom a 7 plusz DC-t? Igen. Akkor igen. 18. Azt talál, dobj el damage-et. A Morningstar az bludgeoning vagy piercing? Asking for a friend. Piercing. Piercing, oké. Okay. 6. 6. Az csak a kocka, vagy hozzáadtad, amit hozzá kell? Hozzáadtam. Okay. Hati, megcsapod oldalról, kiesik egy pár csont formájából. Jó nagy csapást oda vágtál, nincs már nagyon egyben a cucc, de még talpon van. Réje következik. Azt mondja, hogy... is vagyunk, miből él. Oké. Okay. Réja az belép ide, és hát sokkal többet még nem tud lépni. Ide eljön. Ennél messzebben nagyon nem tud menni. Én már nem is látom, hol van, úgyhogy. Fák között a falon kívül, de hogy tud majd menni. Bobby, te következel. Ojjaj! Én egy infestation-t szeretnék elkasztolni. Oké, okay. Melyikre? A nekromantára. Oké. Okay. És mit kell dobnom? A neked, kérlek, egy constitution-t kell dobnod. 13. Oké, okay. Azt megdobja. De akkor kapja be a faszon. 18-at dobtam. Na de Bobby! Language! Nem sikerült, srácok! Látjuk mi is. Bocsi. Ezt meg kell néznem, hogy ez okoz bármit, hogyha megdobja, vagy semmi. A Facebook is. Igen, a... Nem. Oké. Okay. Így megidézed a bogarakat a botodból, amik így körbeveszik, és elhessegeti őket, és szétszélednek. De egyébként erős próbálkozás volt, Bobby, szép munka. Köszönöm. Nincs másom sajnos, csak cantripjeim. Krasz.
Te következel. Bocsánat, a farkasom az sose jön? A farkasodat betehetjük az Initiative Orderbe, de ők még kölyök, szóval technikailag... A farkasod van. Sokat nem fog hozzátenni. Hát akkor round 2. Én amondó vagyok. Dobja. Most ezzel annyi évesszővel sikerülni fog? Mert már nagyon sokan állunk ott, azért kérdezzem. Egy rossz nyilvesszőm volt csak. 11 plusz 16 plusz 2 AC-a izére. Jó. Így kilősz egy nyilvesszőt, ami így pont át megy pár bordáján, dobjál pigeon. Az 1D8 plusz 3. Az 6. Pont így széttöröd az utolsó csontjait, és összeomlik. Na, az, hogy például én bármit csináltam ezzel a csontvázzal, azt így már sosem fogjuk megtudni. De potenciálisan benne van, hogy volt lényeg a dolognak. Ez így omlik a földön, és ugvét a következő. Hát akkor gondolom az a másik tucc van hátra. Én nyilván ettől függetlenül nem feltétlenül tudok, ő ilyen veszélyesnek tűnik, ugye? Nem tűnik barátságosnak. A bogarak nem zavartak. Ne, azok nem. Jó, akkor van egy ilyen blessem. Bekészítve, mint egy. Amit így rá lehetne pakolni Pörire, meg Krazra. És az a helyzet, hogy szívem szerint az NPC-nkre, de hogy akkor Bobira, nyilván. Akkor... Köszönöm. Lesz. Az mit ad nekünk? Egy D4-et tudsz akár támadáshoz, akár védekezéshez hozzáadni. Kellemesebben lesznek az esély. Gyertyafényes beszélgetéseink. Lépni szeretnél valamit? Ja, valószínűleg rossz indulás lett volna az NPC-t megblesszelni. Merre szeretnél lépni? Vagy szeretnél lépni? Előrébb, persze. Ha már ott vagyok, akkor előrébb. Már tudok menni. Nekem a páncélba visszahúzódás az egy akció, ugye? Bár nem annyira, nem előrébb. A hullát arrébb raknád, vagy valami? Ah, nem kell, oké. Rá tudok lépni. Hát így elé állok, de nem. Most ő következik. Azt mondja, hogy... Elővesz egy láncos buzogányt, aminek egy koponya van a végén. Megpróbál megcsapni téged. I wanna loot that! Ó, nem, ez nem az a karakter. Oké, okay. I don't wanna loot that. Az... 9. But I do! Simán levédje. Nagyon jó, én is így gondoltam. És azért bízok a teknős létbe, tehát hogy így... Következik. Én akkor ide lépnék még közelebb. Oké. Okay. És akkor megint csak a... Ez most már egy nekromancer? Ez a nekromancer, igen. Jó, akkor viszont előveszem inkább a tűmet. Tűnek fogom hívni, jó? A kis vívókardomat. Előveszed a répiert. Milyen egyedi? Honnan jött az ötlet? Dobja egy atakot. Miért találni fog mindenképpen? Dobja el, amit... Igen, várjál, mit dobok? Egy D8-at. Az 2, meg dobok mellé egy D4-et? Atakra vonatkozik, damage-re azt nem adhat hozzá. Ó, bocs, akkor 2 dobtam, és még hozzá kell adom 4-et, akkor 6. 6 pont. Aha. Így rászúrsz a melkasára, kiszalad minden levegő tüdejéből, kiköp némi vért. Elég komolyan. Ja, elég komolyan. Nekromon szájad ki ezt. A nekromon száján jött ki? A szájad ki. Most következik Réa, aki a fák közül kitör, előhúz egy longsword-et, és megpróbál... KS!
nem sikerül neki, a nekromancer a buzogánnyal így félrecsapja a longsword-jét, és nem sikerül megsebeznie. Bobby, te következel. Frostbite! Frostbite time! Legyél kedves egy Constitution savinget. 19-et dobott. Akkor elengedem. Megjelenik a jeges állkapocs, ami rácsapódna, de nem hat rá. Ezt tedd meg, Gornéla! Kraz, tiéd a kör. Hát akkor, mint a jó Legolas, előhúzom a harmadik nyilvesszőt. Oké. Okay. Dobj egy atakot. El fog ez fogyni. Jól. Elereszted a nyilvesszőt, és az erdőbe elmegy a sötétbe. Jó, hát sötét van. De hát világít a bot, ahova lőni kell. Hát ráadásul még Dark Vision-je is van. De annyira sokan vagytok ott, hogy attól féltem, hogy titeket talállak el, mert olyan... Úgyhogy inkább a lehető legrosszabbat lőtted, de tényleg nem találtál el minket, szóval nagyon szép munka neked is. Ugvej, te következel. Hát akkor meg kell tenni, amit meg kell tenni, fejbe kólintom a botommal. Oké, okay, dobjál egy adatot. Pillanat, rájövök, hogy ez hogy működik. Azt jól vágom, hogy az előbb elkasztoltam egy spellt, ami azt is jelenti, hogy az elvitt egy slotot. Nem. Ami azt jelenti, hogy... Itt használtál. A Blast. A Skastros. Ja, az igen. Ami azt jelenti, hogy még egy darabot tudok spellelni? Igen, ma igen. Pedig igen. Aha, jó, hát akkor ráütök egyet a bottal. Oké, dobjál. Ja, én short rest-tel vissza tudom tölteni a slotjaimat, de nekem csak két slotom van, ami egy kicsit aggasztó. Nekem is két slotom van, úgyhogy én sem. Jó, de hát azon kívül ott vannak a cantripjeitek. Hát... Azok vannak, igen. 10. 20, várjál, mindjárt mondom a hitből, 14. 14, oké, ezt talál, dobjál damage-en. A damage-en pedig 1d6 plusz 2 egyébként. Ó! Oh. Ami 8 lesz így összesen. Kaci kapott egy segítséget, ezt ne felejtsük el, és köszönjük, Kava. Raja, köszi. Vara, 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 vara. Bocsánat, a kutyú nagyon izgatott. Mennyi volt a damage? 8. Pont. Hogy akarod csinálni? Én csak fejbe akartam csapni. Fejbe szeretném csapni továbbra is. Fejbe csapod és feje leválik a testéről, és a testéből kis piccel a vére. Annyira éreztem, hogy nekem healernek kell lennem, azt onnantól fogok tudni damage-et dobni. Amit láttok magatok előtt, két lefejezett test, és az egyik egy oltáron fekszik, ugyanabban a fekete szerelésben, amiben a másik hulla volt, akit találtatok az úton. A fejének már nincs meg egy része, orrá lett őrölve egy mozsárban a koponyája, és a test mellett láttok egy viaszból készült koponyát. Szóval akkor megvan már kettő a háromból? Ja, nem tudjuk, hogy három van-e. Bár erre jöttek. Szóval először csak odalépnék, és azt a fegyvert megnézném, amit eddig használt a kedves illető. Oké. Okay. Felveszed, megnézed, ez egy flail, nem látsz rajta semmi különöset, azt leszámítva, hogy egy koponya a sebző része, de ez egyébként egy flail. Szóval nem jobb, mint akármelyik fegyverem. Alapvetően nem. Ki, akkor mindegy. Valamelyik... valakinek? Proficient, azt tudom, hogy UV proficient religionben, hogyha szeretnél religion checket, hát cleric vagy. Dobhatsz egy religion check. De hogy ahol a religion, tehát az, ahol azt lehetett választani, ott direkt nem kattintottam rá, így is az vagyok? Minden esetre dobhatsz egy religion check, ha ki akarod deríteni, hogy itt mi történt. A többiek... Vagyok, hogy direkt nem kattintottam rá. Jó, dobok egyet, persze. Nézd, egy ötös. Ez egy erdő. Nagyon csúnya, ami itt történt, de így... Srácok, nagyon csúnya, mi történt. És ez még mindig egy erdő? Hát utoljára, amikor csekkoltam, az volt. Ahogy álltok itt ezen a kis oltár körül, megint megüti a fületeket az ordítás, meg a sipítozás a jobb oldalatok felől.
az van, hogy ezek után a morális aggályaim kezdenek múlni. Nem nézzük meg, hogy nem eszedi-e éppen ki valaki az agyát? Bobby, mit mondasz? Én segítek. Bobbit kérdezed ilyenről? Gyere Bobby, nézzük meg, jó, menjünk. Hát, ha ő azt mondja, hogy igen, akkor én nem megyek. Tehát, hogy... Dobjatok, hogy átmentek, akkor dobjatok egy stealth checket mindenki. Köszi, hogy fixáltad ötre kapcsolatot. Azt bezzek tudok. 19. 20. Nem ér semmit a dobott értéketek, mert én gyakorlatilag átcsörtetek a bozótosan. Hát átcsörtetsz. Nagyon lassan. A sipitozás valószínűleg elnyomja az érzékeit ennek a hölgynek, aki a patak partján, mindjárt elmondom nektek, hogy éppen mit csinál. Jaj, átrendezem a tokeneket egy picit. Kezdjük, szóval, azzal van-e rajta ruha? Hogy egy nő, egy vörös köpenybe öltözött nő éppen belenyomja a fejét egy fekete páncélban lévő férfinak, és tolja bele a fejét, és az ég felé kántál valamit veszettül. Úgy látjátok, hogy nem vett észre benneteket. Mit szeretnétek csinálni? Értjük, hogy mit kántál? Nem értitek pontosan, hogy mit mond, de így néha elkapjátok Bén. Jó, hát én megpróbálom lelökni a csávóról. Oké. Igen? Nem... rakhatok rá egy kis infestation-t, hát ha... Hát majd igen, de hogy ez elhangzott már. Megpróbálhatod, de először igen, először mi elhangzott. Ugvé, dobjál egy Athletics check-et. Pont Athletics-et? Az öreg teknős szalad elő. Hát valakinek 18 egyébként. Én. Amúgy visszavettem a koromat, nem vagyok végül olyan öreg, mert a beszélgetésben a kocsmában kilógtam volna. Szóval egy 22 éves teknős szaladt előre most. Neki rohansz, odébb tolod, és azt látod, hogy elengedi az alakot, de hogy az már nem mozdul, és látsz egy másikat is, ami így neki van dőlve egy fának, és az is hullamerevség állapotában van. Dobjatok initiatívát, grepülölve van a... Nem te dobod? Dobok initiatívát. Grepülölve van az ellenfél, UV által. Mi? Mindjárt elmondom. Na az van, srácok, hogy én viszont innentől kezdve nem ütök olyat, aki a földön van, szóval have fun. Nem mozoghat. És... ja, ennyit, nem mozoghat. Oké. Okay. Támadótok. Mondja, hogy... repülésben vagytok. És... elvileg, te következel, Ugvé. Jó, megpróbálom ugyanúgy a bot... tehát, hogy a botját, botot így megtámasztani a mellkasán, és csak lent tartani. Tehát, hogy nem... csak rá nehézkedni annyira, hogy ne tudjon felállni, de nem próbálom így megölni, vagy érted? Jó, majd ő fog dobni a következő körben egy izélyt, hogy akkor csekket, hogy kijöjjön a izélyből. Nem sikerül neki, próbálgatózni, de fogod teljes erővel, teljesen elnehezettél a te súlyoddal. Rá. Bobby, te követ. Ha már egy kövér teknős vagyok. Gyere Bobby, csinálj valami szépet! Nem vagytok ti ott jól? Menjek? Én jól vagyok, hogy ő jól van, az nyilván relatív. Bocsánat, elfelejtettem valamit, elnézést kívánok. Meghaltatok mindannyian. Nem, neki előnye van mindenféle ability check-ekre. És egy nat 20-at dobott a másodikra. Na bazd meg. Bobikám! Lelök téged magáról, és
más nagyon nem tud csinálni egyébként, mert action. Fogaraidat, ha küldenéd iziben. Úgyhogy Bobby, te következel, csak most már nincs grapple-ölve az emberünk. Én egy Frostbite-ot ráengednék, Constitution 13. Oké. Saving throw-ról nem kap előnyt, ugye? De! Tök mindegy, az egyik egy 7-es volt, a másik meg egy... Dobjál, de mindjárt. 6! 6! De nincs. Hatalmasséges állkapocs, és pfff! Rácsap, csak fog, aki letépik a bőrét több helyen. Megfagyott itt-ott. Hátránnyal fog támadni a következő körében. Na, hátra. Kraz! Következel. Kraz! Lő! Bowmaster in Helm's Deep. Dobjad! 24. Azt talál, dobjad a damage-ot. 6. 6 pont! Azt mondja. D8-at dobtam? D8-at dobtam. 6. 6 pont, kis beleállítasz a mellkasába. Egy nyilat, ami keresztül megy rajta. Vér köp fel. Elég jól odavertek már neki. Pörri következik. Akkor én odalépek hozzá, és megpróbálom megtámadni a rapierrel. Oké. Találod. És jó, akkor ez megvan. És... D8 plusz 4. Az 8. 8 pont. Beleszúrsz a mellkasába, így ömlik belőle a vér, már nagyon nincs, de még életben van. Nem sok van már vissza neki. Réja következik, ki odarohan a longsword-jével, és megpróbálja. Bocs, van egy kérdésem. Az, hogy nekem a bónusz action-öm combatban az two weapon fighting... Az rapiernél nem jön közben, mert a rapier az egy, az nem egy egykezes könnyű weapon. A two weapon fightingot, azt akkor tudod használni, a short sword-ot használsz, vagy tört, mert azok a döntőleg azok a könnyű egykezes fegyverek. Ó, akkor nem csak az, aminél oda volt írva, hogy két kéz kell hozzá? Nem, amihez két kéz kell, az két kézre kell. Jó. Megtanuljuk a dolgokat, meg mindenki tanulja a karakterét. Réja következik. Rádob, azt mondja, hogy az mennyi volt a jobbó. Pont el fogja találni. El neki egy. Hol van a... Jó, így Réja odalép és lenyesi a fejét. És ott helyben meghal. Oh yeah! A test így eldől és bele omlik a vízbe. Alapvetően az égért sem akarok senkit leszólni, de hogy ettől már nem kérdezünk semmit, az biztos. De hát megvan az 5 hullánk, nem? Végeztünk a küldetéssel. XP-re megyünk. Nem. Végre nézzeltek, hogy... Nem. Az a küldetésünk, hogy felderítsük az egész erdőt. Az egész erdőt. Hát... Okay. Akkor... De ez jó végül is, nem? Ez fel van derítve egyelőre, mehetünk tovább. Az erdő sokkal szebb napközben egyébként. Igen, holnap felderíteni már nagyon késő. Én pihennék nézd, egyet. Nézd rátok, hogy... Komolyan... Flaming Fist... tagok vagytok? Gyerünk már, nem? Csicskák! Nem te, téged. Na, menjünk! Menjünk észak felé a jobb oldali csapáson. Haladjunk. Bobby, majd pihenünk később, jó? Nincsen semmi baj. Ahogy léptek közelebb a csapáshoz, halljátok, hogy ne ülj meg! Könyörgöm! Ez egy nagyon fura erdő. Felé vezet, ahol... Tehát ott, ahol álltok, onnan jön az erdő. Ennek a fasornak túloldalán, ahol éppen álltak. Jó, van, hát akkor menjünk. Lopopottok, vagy csak bevonultok? Bevonulok. Én bevonulok. Elek szerint vonulunk.
Igen, okay, de nem tudok. Bevonultak, majd... jó, mindegy. Úgy sorban. Én nagyon szeretném olyat, lehet, hogy miközben vonulunk egy guidance-el megtacsolom Krust. Abszolút. Abszolút. Guidance. Ja, ja. Én tapiteknős vagyok, de hogy minden rendben lesz. Következő látjátok magatok előtt. Láttok egy hasonló fekete páncélzatban öltözött férfi, aki így oldalfekvést fekszik egy oltáron, amit egy kis tó vesz körül. A csávónak van egy tőr a gerincében, és veszettő visít, illetve láttok egy csuklyás alakot előtte, megmutatom, hogy néz ki. Így áll felett a fal... Neki is van rózsája. Ott volt az esküvőn? Hát ez nem olyan rózsának tűnik, sárgásan világít a virága. Így néz rátok, felétek fordítja fejét. Mi is pontosan ezt érezzük. Így rárohansz? Aha. Dobj egy dexterity checket. Mert hogy ő most kitépi a tört a csávó gerincéből, és el akarja vágni a torkát a csávónak, aki az oltáron. Jó, azért ez egy 20-es volt. Oké, ez egy nat 20, úgyhogy így rásprintelsz teljes erővel, és sikerül meglepned, így hátra hőköl törrel a kezében. Dobunk akkor én is a tímákat. Jéééé! Faszom, ha megint utolsó leszek a sorba, úgyhogy ott állok rajta úgy, a csávon. Úgyhogy mellette állsz, igen. Viktor, egy igen? dologra figyelj majd. Hogy ez a guidance, amit rám raktál, aha. Ott a durationnél írja, hogy ez egy concentration cucc. Igen. És hogy a concentration spellek azok úgy működnek, hogy egyszerre csak egy spellre tudsz koncentrálni. Aha. És szóval ez azt jelenti, hogy más se tudok csinálni, vagy most csak nem tudok spellelni ameddig? Más is, meg tudsz spellelni, concentration nem tudsz. Tehát például a másik concentration nem. Jó, oké, köszi. Várj, okay. Akkor megnézem a lightot, hogy ez concentration-e. Nem, hála az égnek, nem kell figyelnem, hogy világítson a bot. Kráz! Tiéd a kör. Kráz, kezd. Jó ja. lenne, ha jönnél, csávó. Hát ez... Végis előni el tudok odáig, millibe sajnos nem érek oda. Vagy hát pont oda érek. Akkor lőd le. Lelövöm innen, jó? Dobjál egyatokat. Mennyi volt? 22. Azt találd olyan, de nincs. One time! 8. Oké, 8 pont. Elesztesz egy nyilvesszőt, hogy befúródik a fekete. Aci, miért rolol még mindig privátban? Köppen. Jaj, bocsánat. Mert makrót próbálgattam. Így kifolyik alól a vér, de van a fején egy koponyás, koponya alakú maszk, úgyhogy nem veszitek ki, hogy mennyire szenved, vagy mennyire nem. Pörri, te következel. Nagyszerű! Tizenkettő, meg még dobjak rá... Talál? Azt talál, dobja. Oké. A rapierrel próbálok. Oké. Okay. Az D8 plusz 4. 7, az 11. Oké, így beledöföd a pengét a mellkasába, így kis pizza a vére, és így elfekszik. A kezében a rózsa pedig kihuny a színe. Úgyhogy ő meghalt. Azt mondja, hogy a fák közül előlép egy cimbora, aki ott eddig rejtőzött. Mondja, hogy hallod, Bobby, te sem maradsz ki. Jéj! Oké, okay, odaér. Így fú, neked rohan, és így látod a szemei mögül, ahogy ő most a véredért jött, ami azt jelenti, hogy egyébként most vulnerable leszel piercing damage-nek. Oh. Most meg fog próbálni megütni téged degrével. Az 19, az...
Pöri, ne! Négy sebzés szenvednél el, de az Aura of Murder miatt 8 pontot sebződsz. Beléd szupertörjével. Teki, kéne majd valami. Reja következik. Réa azt mondja, hogy... Réa jön. Ó, ő nem ér oda, de elindul. Ja, ő csak idáig. Bobby, te következel. Én szeretnék egy... Hogyha sikerülne a nekem rákasztolni egy... egy infestation-t, és ellép. Ha ellép, akkor Pöri tud opportunity attack-elni? Nem, mert az... Technikailag igen. Mert hogy... Ja, nem, én megadom. Utána fogok ennek nézni, de én most itt megadom. Köszönöm. Mert úgy... Nézzük meg, infestation. 17-et dobott a szévjére. Jó, bonus actionként hidden step. Oké. Ami nekem egy short restnek számít. Yep. Mi most, te most így neppelsz közben egyet? Nem, láthatatlanná válok, és ki tudom fújni magam, és refreshelnek a slotjaim a következő körömre. Mi a neve? Hidden step. Olyan, mint amikor az a WoW-ban, az arénában így elshadowmál, de ezt is leülsz enni. Igen. Most gyakorlatilag ez történik. Leült eszegetni. Afk. De hogy a Hidden Step az láthatatlanná tesz, az önmagában más nem csinál. Igen? Ó. Oh. Vagy hát én látom. Várjál, meg kell, utána kell ennek nézem, mert nem tudom én se fejből. Lehet, hogy egy csak... Megnézem, mert hogy nekem is új még a Furbolg nagyon. Mert ez egy Furbolg racial feature, hogyha jól láttam. Features and traits, azt mondja, hogy Furbolg hidden step, ez a bonus action turning visit next attack. Nem, én néztem el. Igen, láthatatlan lesz a következő körig. Yep. A felesleges. De hogy... Nem lövöm el. Ha szeretnéd, de más nem. Akkor mit teszel? Hát a cantripem nem működött, úgyhogy semmi. A cantripem nem tudod, az a bonus okay. Section-on meg csak ez van. Jaj. Ugvej, te következel. Én pont el tudok odáig sprintelni egyébként. Kornyomás. Segítesz egy picit? Hát, that's the plan, hogy így oda mennék, aztán nincsen nekem semmi harci dolgom, de hogy... neked mennyi életed van? 4. Van egy tippem, hogy szarul van. Nekem is van egy tippem, hogy szarul van. Oké, nyilván két megoldásom van, az egyik az, hogy megpróbálok oda menni és ellökni a jó embert, a másik, hogy megpróbálok oda menni és meggyógyítani Pörit. Meg tudom gyógyítani, tehát tudok, hogy ott állok mellette és elkezdem gyógyítgatni az, aki a földön van? Van olyan spelled? Én ezt értem, hogy van, de hogy nem ver agyon, vagy csinál valamit, miközben ott voodoozok? Ami egy actionbe kerül, az nem fogja tudni megszakítani, vagy ilyesmi. Nagyon jó, szuper. Ebben az esetben, inkább, mint hogy hadonásszak a bottal, abból nem lesz nagyon sok minden jó. Okay. Megpróbálnám akkor rávarázsolni. Nekem itt nem kell semmit dobnom, csak 1d8 plusz 3-at gyógyul. Igen, hogyha azt a spellt használod, akkor igen, ennyi. Jó, hát akkor 1d8 plusz 3 HP incoming. 8. Nem 8, visszagyógyultad. Ó, nagyon köszönöm, nagyon fasz a csávó vagy. És Hamhez elsuttog egy imát,
aminek következtében a sebeid befornak. Ez milyen spell ez? Cure Wounds. Cure Wounds. Krazz, tiéd a kör. Fenn. Elméletileg nem izé koncentrálós. Nem. Meg hát igazából szerintem, tehát hogy csinálhatsz másikat, csak gondolom akkor az előző abban marad. Jaj, valószínűleg gondolom, igen. Igen, ennyi. De hogy elméletileg a koncentrálós még tart, tehát hogyha kell egy D4, akkor még tudod dobni. Krazz, tiéd a pálya. Én közelebb lépnék, nem sokkal, csak egy kicsivel, mondjuk ide. És innen megpróbálnám meglőni. Oké. Okay. Az 16. Azt talál, dobja a damage-ot. Az 4. 4 pont. Oké. Okay. Így beleállítasz egy nyilvesszőt, nem tudok megmondani, hogy ez haraltást volt nekem. Pöri, érdekel. Hát akkor én megpróbálnám megcsapni. Dobja a talál, dobjál damage-et! Még mindig nem jegyeztem meg. 8 plusz 4. Az 5 pont. Oké. Így beleszúrsz egyet a mellkasába. Így hallasz egy halk kőícselést. És vér budjan fel a köpenye alól. És most ő következik. Így el fog lépni, és így megpróbálja elsuhanni az oltár felé. Ugvé, te kapsz egy attack opportunity-t. Hát rásomné. Oké, dobjad. Én nem kapok ilyet? Nem, mert melletted áll. De nem somok rá. Nem somsz rá, úgyhogy... De egyébként 6 összesen a 2 plusz 4. 6 volt, ja, az nem elég. Hogy... Elővesz egy tört, és... beledöfi a férfiba az asztalon, aki... aki ettől... van a rosszabb. Hal. Réje következik, aki rárohan. Ott. Így lehajol, és a feje felett vágna a longsword, de nem is körül lehet állnia. Bobby, tiéd a kör. Én közelebb megyek egy picit. És Frostbite. Okay. Nem nagyon tudok megszólni. Mennyi a save DC? 13. 12, dobja a damage-en. Yay! Egy pont így rácsapódik a jég, és belehal. Meghalt! Még szép munka, Bobby! Köszi! Vagy. Egy HP-ja volt. Good job! Ahogy az utolsó támadó is elhal, így látjátok az életet elszökni a oltáron fekvőből, megpróbálod összekaparni Ugvé, még van meg. Pontosan egy másodperced arra, hogy oda menj és megmesd az életét. A spare the dying-gal? Nem, mert ő nem dob nem saving throw-kat. Ő nem dob saving throw-kat. Az mit jelent? Tehát, hogy, de hogy hal, miért tét, nem, tét. Nem tudott varázsolni tét. Semmit? Ő nem egy kalandozó, ő 0 HP-n halott. És jó, értem, de hogy nem tudok varázsolni. Oké, akkor meghal. Tehát, hogy, nem tehát, hogy valami medicine dolgom van, tehát hogy megpróbáltam máshogy megmedicinálni, nyomást tartani a véren, meg ilyenek, de hogy itt most csak a varázslat segítene? Itt csak varázslat segítene. Jó, az hogyha nincs. Valami, ami feltölti a HP-ját, akkor... Oké, okay, így... És meghal az asztalon. Réja elteszi a kardját, körbenéz. Isten, tört. Szeretnétek itt csinálni valamit? Én pihenni. Most pihennénk. Mennyit kell ahhoz pihenni, hogy a slotjaimat visszakapjam? Neked át kéne aludni az éjszakát, nap közepén vagyunk. Jó, akkor csá, mindegy. Át akarjátok kutatni a helyet, a hullákat, valami? Én egy short rest-nyit, ha ülünk, akkor már is hasznosabb vagyok. Okay. Leülsz egy picit pihenni. Így átkutatod, pörj a testeket. És a
két csukjásnál találsz egy-egy Potion of Healinget, és találsz náluk egy-egy rózsát. Ezekre a rózsákra ír rá, hogy... hogy is van? Bál rózsák. Nem, hát ennek... Írt, hogy bál rózsák. Milyen? B-H-A-A-L rózsák. És kettő kis potion? Kettő kis potion, igen. Köszi. A csávónak, aki az oltáron fekszik, neki volt egy levél a köpenyében, amit megtalálsz, úgyhogy ezt én meg is mutatom. Oh, yeah! Átolvashatjátok most, vagy amikor szeretnétek. Aha! Amíg pihentek, és amíg Pörri átkutatja a hullákat, addig Réja tesz egy kört a környéken, így benéz minden ösvényre, és így azt hiszem, itt végeztünk, bármi is történt itt. Ez egy szép jelentés lesz. Ha. Akkor megyünk vissza. És akkor elvisszük a... Mehetünk vissza. Visszük a levelet. Én nem olvasok olyan jól. De valamiféle fürdős házról van szó, ahova ezek mentek. Igen. Majd megbeszéljük Ontára. Majd megyünk mi is a fürdős házba. Elbírnám én ezt viselni most. Eltelik egy óra, amíg mindenki kipihenni magát. Hogyha szeretnétek, nyomadtak egy short restet, akinek ez bármit is jelent jelenleg. Orrálisan jól esne. Elindultok kifelé az erdőből? Ha valaki még körül akar nézni valahol? Aha. Ne, szerintem elindultunk kifelé. Jó, már nem bocsánat, a levél tartalma. Azt a többiek szeretnék. Nem tudom, hogy kell megnyitni újra. Megmutatom még egyszer. Gyakorlatilag arról van szó, hogy megbízták ezt a valakit, aki itt volt az oltáron, hogy menjen el egy Baldur's Gate-i fürdőházba, mert hogy ott van a királynőnk kincse, és hogy Nantampur azzal akarja lefizetni a Deathree kultot, bármit is jelentsen ez. Ja. Nem vagyok benne biztos, hogy időben lefizették ezt a kultot, akik most itt... Ha ezek azok, de ja. Lehet, hogy nem sikerült visszaszerezniük. Lehet, de gondolom most megyünk kifelé. Uh-huh. Ahogy elindultok kifelé az erdőből, szépen kisétáltok. Előttetek ha anyád. Elturel városa. Azt látjátok, hogy a kompania, és ahogy kiléptek az erdőből, így feltűnik, nem lett világosabb attól, hogy kiléptek a... Leomlott a nap! Azt látjátok magatok előtt, hogy a kompanion, ami oly régóta tündököl, most sötétbe borult. Indultok el, Elturel felé, és azt látjátok, hogy egyszer csak így megnyílik egy vöröses csík a térben, ami szétnyílik Elturel mögött, és kezdi szépen lassan előre felé behabzsolni, így emberek özönlenek ki a városból, mindenki sikoltozik, ordít, így láttok egy arcot, egy ismerős arcot, a koldusét, akivel találkoztak, rohan kifelé a kapun, kalimpál, próbál kijutni, és így rácsapódik a személy előtt a városra, ez a seb a téren, és csak a kalimpáló karját látjátok, ahogy így leesik, és itt marad ezen a létsíkon. Elturel maradéka után pedig csak egy feketés, gőzölgő kráter marad hát. Számtalan ember körülöttetek, nézve, hogy mi történt. Réja is le van fagyva. Mindenki ott áll a város körül, teljes pánikban. Mit tegyünk? Eltelik egy másik. Hát, szíves. Aha. Réja odalép hozzátok, hogy... Szedjétek össze a túlélőket.
Baldur's Gate-be megyünk. És innen folytatjuk legközelebb. Oké. Okay. Oh yeah! Megyünk a pokolba? Hát Baldur's Gate-be. Baldur's Gate-be. Ami ebben a világban majdnem. Júj, ez nagyon jó lesz, ez az adventure, srácok! Azt tegyük össze a túlélőkben, vajon gondolt a csávó kezére is? Szerinted ez egy túlélő? Te buta teknős, te. Hát nézd, na, hogyha mozog külön a keze, akkor még hasznát vehetjük. Egyébként jó. Az erdőimádó bolondnál még a Forrest Gump, mint név, az kihagyott zicser szerintem, de... Milyen erdőimádó bolond? Semmilyen. Én? Krasz halucinál. Úgyhogy számtalan emberrel mögöttetek, el kell lovagom a Baldur's Gate-be, és be kell néznetek a városba. Menőség. Oh yeah! Jaj, a kép. Oh yeah! Jelenleg mind a... Miért nem tudom mozgatni? Baldur's Gate-i Flaming Fist vezetője, mind Ontar Froom, mind pap, ki a Hellrider-eket vezette, mindenki eltűnt. Mögött. És mindenki át lett csomagolva. Ah, menő, menő! Oh! Nice! Hát ez nagyon jó volt, Hunter. Ez jó volt, bizony. Nagyon menő. Igen. Lesz. Jó, ez... hogy tudok ütni. Bizony. És nem kell bizony gondolkodni. Hát azért eddig se gondolkodtad túl magad, az ilyen rácsapok egy ígyboltot jellegű. Te csak kussoljál, mert neked csak két cantripet kellett választanod, vagy hármat. Hármat. Meg a spelleket, de ja. Valaki kérdezte még így a stream elején, vagy az első felében, amikor karaktert alkottunk, hogy majd mondjuk el, vagy írjuk össze, hogy hogy néznek ki a karaktereink, mert már elkezdett rajzolni, hogy majd azt összeírjuk? Persze. Majd kirakjuk Twitterre. Ja. Kirakjuk Twitterre, ügyesen. Haj! Na, hú, jó, nagyon... Mert ennek körömére húzzunk pihenni. Nagyon kíváncsi vagyok erre. Nyomjunk long restet. Nyomjunk egy long restet. Egy real long restet. Nagyon tetszik ez a druida, meg tökre látom benne a lehetőséget, de hát fogyatékos vagyok, bazd meg. Ez így nem lesz. Igen. Jó, hogy nem nekünk kellett kimondani. Nem majd nagyon jók a dobott értékek, legyünk őszintén. És most majd nevezd el, és majd csinálok neki egy token. Attól nem lesz a okosabb, de legalább lesz egy farkas. Igen, a farkast elnevezünk. Okosabb nem akarok lenni, csak kasztolni akarok jobban. Meg azt mondnál meg nekem, Léci, hogy a spelletekemet, azt hogyan használom meg a modifieremet? Azt akkor használtam, olyan spellet használsz, ami az atakról kell dobni, de azokat még, olyat még nem használtál. Meg nincs is. Hát, az hogy nincs, azt majd válogatsz be, hogyha... Majd válogatok, most csak barátkozni akartam állatokkal. Lesz időd átnézni a spelllistet, meg mindenkinek úgy... A legközelebbi sessionre mindenki írja meg a bondjait, flow-it, mindenét, alignment, ezeket döntsétek el, ezek nagyon-nagyon fontos. Én ezeket mindet kitöltöttem, akkor nekem nem kell ezt kitöltöttem. Ja, ha mindenki megvan, akkor zsír, akkor majd csak meg kell nézni. Nekem még pár dolgot be kell írni, de... Mármint nem tudom, a bondnál kell annál több, amit írtam? Vagy te rálátsz egyáltalán a bondomra? Ja, majd megnézem mindenkinek a karakterlapját, aztán úgy is szólok, hogyha... Jó, hát valami... annyira nem vészesen komplex. Ja. Két hét múlva találkozunk, srácok? Két hét múlva? Oh, wait! Te nem leszel itt, nem? Igen. A kérdés, két hogy hét múlva akkor mostantól az... hogy akarjuk csinálni? Hogy az eredeti két hetente, vagy most akkor átváltjuk? Én 17-én, amíg két hét múlva nem vagyok itthon. Mert ugye az eredetileg nem? Igen. Igen. Az eredetileg az de nem volt nem... volna. Nem is, az, tehát nem, nem vagyok számítógép közelben. A jövő péntek nem jó. Akkor most három hét múlva folytatjuk?
Hát akkor ezek szerint jobb hiány, vagy nem tudom. Nem feltétlenül szeretném kihagyni Viktort a következő gameből, úgyhogy a... nem tudok mást ajánlani. Na, ezt megbeszéljük. Hát, én lennék. Igen, akkor ha kitaláltok valami okosat, nyilván ha nem öli meg a teknősemet, ha valakit beállítotok helyettem, ha megöli a teknősemet, megölöm. Sort of szeretném, hogy következőn ott lenne, az nem egy olyan session, amit el tudok handvévelni. Megbeszéljük. Megbeszéljük, hát ha találunk alternatív napot, vagy bármi ilyesmi. Ja. Jó. Jól van. Srácok, nagyon szépen köszönöm. Egyébként az alternatív naphoz mondom, hogy teljes jövő héten nem vagyok. Igen, azt tudom. Mert a 13-ától nem vagyok. Az a jövő utáni hét. Jövő utáni hét, igen, tehát jövő héten vagyok még végig. Jó, hát figyelj, akkor lehetséges, hogy azt kellene, hogy majd offline online megbeszéljük. És kitaláljuk. Ja. Hát nézzétek a Twittert, meg kövessétek a streameket, és mind a... Kitaláljuk. Hát a nyár az nyilván ilyen sajnos, abban benne vannak ezek a kihagyások. Ja, nekünk is lesz majd ilyen, de majd megpróbáljuk úgy csinálni, hogy minél kevesebb legyen. Hunter, nagyon szépen köszönjük, ez nagyon szuper volt, és nagyon, cool nagyon volt. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből, és nem olvastam el a könyvet. Ígérem, nem is fogom. Helyes. Jól van. Nektek, drága nézők, nektek is nagyon szépen köszönöm. Mindenkit megtaláltok Twitch-en, Kacit kivéve. Kacit is megtaláljátok Twitch-en, csak nem csinál semmit. Nem csinál rajta semmit. De Kacit... Még! Kacit megtaláljátok jelenleg a GameStar YouTube csatornáján, de hogyha eleget ütitek, akkor egész biztosan lesz egy Twitch csatornája is. Irat, szerintem followoljátok elegen a Twitch-en, és akkor lehet, hogy magára veszi. Illetve láthatjátok még a Fusion Quiz show oldalán is, a Fusion TV 1 csatornán. Minden hétfőn, szerdán és szombaton fogunk quiz streamelni anglisul. Úgyhogy ott lehet velünk még ezen kívül találkozni. Drágáim, nagyon szépen köszönöm. Úgyis, képzeljétek el, elkezdett a bátyám streamelni. Nagyon komolyan. Dolog. Komolyan? Mi a csatornája? Ezt most nem akarom elmondani, mert még nem egyeztettem vele, meg megbeszéltük, hogy még egy csomó mindent megnézek előtte. Ezt most nem akarom elmondani, mert még nem egyeztettem programozást vele. Egyébként, de... Ó, de zsír. De menő. Nagyon ja, nagyon menő. Jordan Line streamel. Ő egy mixerről átjött lány, aki elképesztően jó fej. Nagyon aranyos ő is, meg a férje is, és kurva jó zenéket csinálnak együtt, úgyhogy menjünk át és köszönjünk neki oda. Mit szóltok? Jordin Line. Nagyon-nagyon cuki a csaj. Úgyhogy ha Mimi tetszett, akkor ő is tetszeni fog, ebben egészen biztos vagyok. És emellett még nagyon szépen köszönjük a Metagame-nek, hogy adtak nekünk könyveket, amikből tudunk dolgokat csinálni. És még lesz egy csomó minden más is. Nem, ő angol, amerikai, úgyhogy amerikán is hol kell vele beszélni. Drágáim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Holnap délelőtt találkozunk. Sziasztok! Csőke! Sziasztok! Sziasztok! Szervusztok a titek!